Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottátok az Ákos hírét, a kanadai fura hangot? A kanadai fura pingről. A kanadai fura pingről. De pinget mond, aki mondja oda lent. Tehát van egy hír, Ákos, ha hallasz bennünket hozzánkről, hogy van egy fura hang, ami azt mondja, hogy ping. Ping. És jelentették a kanadaiak. Félasztali tenisz. Igen, valaki nagyon partnert vár, nincs partnere az asztali teniszet. Tehát mi lehet az a hang, ami azt mondja, hogy ping? Igen, valami szurdokból jön a hang állítólag, és hogy mindenki most attól tart, hogy ez el fog írjasztani az állatokat. Igen, az ország északkeleti sarkvidékén élőket aggodalommal tölt el a tenger mélyéről érkező hang. Aha. Azt mondja a hang, ping. És ettől megijed a bálna, és elmegy. Igen. És ettől megijed a bálna, és elmegy, így van. Így Ákos behozta. Egy durva balkanyal, és már ott sincs a bálna. Hát mondjuk te is összeszarnád magad egy jó ping. Hát a hangokat már hajósok is hallották. A hajósok is hallották. Attól félek, hogy a hang elriasztja az állatokat, így nem tudnak vadászni. Aha, már halászni. Hát itt most vadászat van írva. Ja. De hát gondolom a vadászat és a halászat ja, sokszor ugyanaz. Igen, mert hogy vannak olyan állatok, amik halakat esznek, és akkor ők erre vadásznak. Így van, és azt mondja a hang, hogy ping. Mi lehet ez? Mi lehet ez a rejtélyes hang, ami azt mondja, hogy ping? Nem lehet, hogy valamilyen állat hárfázni tanul, vagy csak nem ilyen egyelőre egy kultus pengedni, ping. És még csak az elején tartott ping. Apró kicsi jelekkel jönnek ezek. Először a hanggal kezdik, hogy meggyőzzenek benneteket kétkedőknek. Aztán majd utána... Ja, hogy ő egy ufaú. Egy ufokok is lehetnek. Nem, csak jeleztem, hogy megint egy érdekes dolog. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, tehát, hogyha valaki el akar rejtőzni a bolygónkon, akkor annak ott vannak a feltérképezetlen óceánok, azoknak a legmélyebb pontjaira elhelyezkedik, ő a hajójával, és akkor onnan küld egy jelet, és meglátja, vagy megvárja, hogy mi lesz a reakció. Mondjuk nem tudom, hogy mi lesz a reakció. Azok hát nem érdekes, hogy pont a kanadai védelmi miniszter számolt be arról, hogy mi történt. De igen, ez azt jelenti, hogy mindenki iszik. Tehát Kanadában nagyon sok probléma van, mert a kanadai védelmi miniszter beszámolt arról, hogy ő ugye hozzák nyilvánosságra az UFO aktákat. Én ezt tudom, sok South Park része épül erre, hogy a kanadaiak beszámítanak. Egy védelmi miniszter mondta, hogy hozzák az UFO aktákat nyilvánosságra, mert most már a lakosságnak tudnia kéne arról, hogy mi történik. Majd jön egy rejtélyes hang Kanadából, ami azt mondja, hogy ping. Érted? Bármi más mondhatna, de ő azt mondja, hogy ping. Hoppá. Szerintem megelőző atomcsapást mérnünk. Kanadára. Érted? Tehát ő pinget mond. Bármilyen fura hangot adhatna. Mégis azt mondja, hogy ping. Igen, bármi lehet. Gyanús ez. Gyanús. És ez is éppen Kanadában történik. Aha. Először a kanadai védelmi miniszternek kiborulása, majd a fura hang Kanadából. De miért nem az, hogy frávrong? Nem? Vagy plontyoik. Miért nem mondja azt, hogy plontyoik? Zsabatyek? Ha beérlennél? Zsabatyeket nem értem, a plontyoikot megérteni. Krasánd! Miért nem azt, hogy krasánd? De miért nem vlontyifek? Igen, de miért pont pink? Pink? Miért pont pink? Lehet, hogy pinket akart mondani, rózsaszín pink, mert ugye hát az egy szlenges is egyébként, hogy mutass egy pinket. Tehát lehet, hogy pinket akart mondani, csak pink. A hajósoknak nem mondasz ilyet, hogy mutass egy az pinket. Az is igaz, hogy a hajósoknak nem mondod, hogy pink, és akkor minden hajós mutat egy pinket. Mit csináltok, fiú? Hát azt hallottuk a tenger mélyéről, hogy pink. Az pink volt, hülye. Az nem lehet, hogy egy hímcet fölött elúszott egy nőstény, ő felnézett, és azt mondta, pink. De nem egyszer mondta, ez több pink. Érted? Ja, több. Aha, akkor egy egész raj volt. Hát mi volt az, amikor valami fura hangot játszottunk be nektek? Én megmutattam nektek. Az egy megszólalásunk volt. Igen, megmutattam, hogy milyen fura hangok jönnek az óceánból. Én emlékszem, hogy ez meggyőző volt. Csak nem tudom már hol, tehát én szívesen bejátszanám nektek, hogy fura hangok az óceán mélyéről. És ugye mindig az óceán mélyéről jönnek ezek a fura hangok. Mindig onnan. Tehát ott mindig egy csomó azonosítatlan dolog van. Ha bármi mást mondan, akkor nem lovagolná rajta? Tehát a ping az, ami ilyen... Szerintem itt a ping a lényeg. Tehát a ping szócskát kell megfejteni. A pong az már nem, a ping. Miért mindig az óceánból jön? Na hát ez meg a másik. Miért nem kicsini erdőből például? Vagy mert ott van rucánc. Ott nincs ufó. Pong keresi pinget írja. Putyin kell megkérdezni. Egy valaki a Putyin is benne van. Egyébként. A Putyin is benne van. Hát ezt most hallottátok, hogy Steven Seagal orosz állampolgárságot kapott. Story. Hát kevesebbet kell adózni. Igen, ja, mondjuk ez is igaz, így van. Lásd ugye Gerard Depardieu-t, értve vagy Dennis Rodman-t, hogy miért... Rodman is orosz? Hát ő is előszeretette járkált arra fele. Ja, még mondjuk, várja, ő összekorában. Nem, őt összekevertem a két. Aha. Nem. Nem véletlenül. De hogy miért örül meg mindenki így öregkorára? Nem mindegy. Visszatérve a pingre. Kérlek, ne vedd túl komolyan. Ne, figyelj, bármi lehet. Ebből bármi lehet.
Most állítólag egy nukleáris robbanófejet is talált egy búvár. Arról is olvastam. Nem lehet, a kettő között összefüggés van? A ping és a nukleáris robbanófej között? Igen. Hogy ugyanott találta meg a nukleáris robbanófejet? A sűrített levegős szigonypisztolyát nekiütötte az atombombának, és ez adta a pinges hangot. Igen. Hát... Nagyon sok fura dolog történik most. Nekem a Facebookon átküldött valaki egy videót, egy újabb bizonyítékot arról, hogy vannak ufókok, repülők repülnek kötelékben, egy baromi érdekes, és ez követi őket. Még nem annyira. És követi őket valami, ami nem repülő, és ugyanolyan gyorsan repül, mint a repülők, egy ideig követi, és aztán egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnik. De én már nem foglalkozom ilyen videókkal, annyira ez most hamisítvány vagy nem, de minden esetre érdekes. Minden esetre érdekes. A videó önmagában nem bizonyít semmit. Halászos. Tessék? Nem lehet, hogy egy madár követte őket, ami majdnem ugyanolyan gyors, mint ők. Igen, csak ők közelebb van hozzád az objektívhez, ugye? És akkor ugyanakkorának látod, mint a repcsi. És akkor tűnt el, amikor bekapcsolták az utánégetőt. Én nem tudom egyébként, hogy mikor fogják ezeket most már nyilvánosságra hozni, de múltkor beszéltünk WikiLeaks aktákról, ahol szintén ugye szóvá tették az UFO-kok aktáját, hogy most már itt lenne az ideje kiállni mindenkinek. És az Obama is, meg hogy rengetegen tudnak róla, csak egyszerűen valamiért nem mondják. Hát, eljött az idő. Hogy most már ne csak ilyen pingek legyenek, hanem végre mondják el, hogy valójában mit kell tudni. Egyet tudok, hogy a paksi szerződések előtt. A paksi szerződések előtt mutassák meg? Igen, előtt fogják megmutatni ezeket, az biztos. Mert? Hát ezeket a mi életünkben már úgyse fogjuk. Tehát először jönnek az UFO-kok, az akták, és utána jön maga a paksi szerződés. Abba úgyse láthatsz nagyon meg. Átküldted, Anna? Ja, itt van már a Zsülnél egyébként? Uh-huh. Itt van. De megmutatom azt a hangot, azt a bizonyos hangot, ami szintén a tenger mélyéről jött. Ó, de jó, hát, végre. Hát ha ping. Hogy van-e benne ping? Na már, a hang itt van. Tessék, jó, oké, itt tekerd bele, és akkor megmutatjuk magát, csak a hangot. Nem a zsülkeszörült a torkát? A ez hang. Már az volt? Ez? Ja. Hallgass? Előrengél, tényleg ez. Várjál, közben felvételről megyünk. Kiból? Ez már a hang. Hallgass. Hát hallottam már ilyen. Csak nagy kádvízbe fülöttél. Igen, jó. Ott volt. Jön még egyszer. Jön már, figyelj. Figyelj. Ott volt, megint ott volt. Na ez az a bizonyos hang. Ezt már 2011-ben megmutattuk. Nálad sűrűbben jönnek. Ja, vagy hallgassak. Ott van. Hát én befostam, ez nagyon durva. Na, tessék, akkor ezt magyarázzátok meg, hogy az milyen hang lehet? Ez egy blúgy volt. Tessék? Ez blúgy volt, klasszik, ez nem klasszikus ping. Klasszikus blúgy volt. Nem, hát ez is egy tenger mélyéről jövő hang. És a háttérben van egy ilyen fémes. Igen, ez nem ping volt. Ez nem ping volt. A ping az új. Ez is a furcsa hangok kategóriájába tartozik. Ezt se tudták azóta sem megmagyarázni, hogy alapjában mit vettek a szonárok, mi volt ez a hang. Renyhelyen biztos volt annak a szertnek, aki nagyon durván bealgázott, és abból áradt ez a hang. Ebben biztos vagyok, mert ez nagyon blúgyos volt. Tehát, hogy nem idegen erőket sejtesz itt? Igen. Csak egy sima, és utána sima több más ámbrát lehetett találni a parton. Na mindegy, jó. Oké, hát kíváncsi vagyok. Az a baj, az ilyen történeteknek soha nincs folytatása. Nincs. Nem? Tehát egyszer meghatod, hogy ping, és utána nem hallasz arról többet, hogy mi történt a kanadai vadászokkal. Nem lehet ez véletlen, ugye, hogy nincs folytatás. Azért rakjuk össze, tehát hogy az összes UFO sztorid az itt van, hogy van egy valami, azt meghallgatjuk. És vége. Biztos vagyok benne, hogy emögeti a KT, a kanadai távirító iroda áll. Tudod, ilyen uborka szezon van, és akkor kitalálnak egy ilyet, és utána pedig az egész világ átveszi a hírt. És mindenhol írnak a titokzatos pink hangról. De hogy az Ákos is bekajálja. Jó, de akkor ti, mint racionális gondolkodók, mit mondtok, hogy mi lehet? Tehát mi a magyarázatod? A pink, hát ez a szonár hangja. A tenger alatt járó. Ha? Ping. Lehet, nem? Lehet, hogy csak mélységet mértek, tényleg. Elúszott egy tenger alattjáró, a mélységmérőt bekapcsolták, és akkor szépen akkor, amikor a tengerfenékről visszaverődött a jel. Ping! Mutattunk egy olyan anyagot is, arra is emlékezhettek, amikor meg kiderült, hogy a delfinek beszélnek. Igen. Arra emlékeztek például? Igen, igen. És amikor a delfin mondta, hogy hát nektek már semmi se elég. Ott meg azt próbálta bebizonyítani, hogy mennyire intelligensek a delfinek, és ő szól, hogy szállja ki a vízből. Uh-huh. Az nincs meg az az anyag véletlenül? A delfin veszélyes. Hogy veszélyes a vízben lenni, igen. És akkor arról próbáltalak meggyőzni, hogy higgyétek el, hogy az állatok is próbálnak velünk kommunikálni. És ott a delfin elmondta, hogy szállj ki a vízből. Igen.
És akkor ez most megint valami állat? Nem tudom, de ez egy érdekes, az is egy érdekes, érdekes dolog volt. Henninget, hennink. Na jó, mindegy, oké, nem lehet benneteket erről meggyőzni. Olvastátok, hogy mi történt a Facebookon? Van egy magyar reklám. A te oldalad az semmi. Hát az én oldalam, azt nem olvashatod, mert az én oldalam semmi nem történik, és így is 5000-eket lövök egy nap. De hát nézd meg, nézi a Facebookot, tehát nem csinál rajta semmit, de nézi, szerzi róla az infót. Na, fasz. Ja. Hogy tetszik mondani? Én leginkább csöcsöket nézik, de hát ízlés dolga. Ahogy én ezt nézem, ezt nem lehet kimondani? Na, most mi van? Hát én ezt nézem. Hát ez pörget, ezt pörget. Ki pörget? Jani a csöcsöket nézi. Én más nézek. Nem figyelem. Nem az én Facebook oldalamon láttam, hanem Laci mondta, hogy elindult a Facebook oldalon egy magyar reklámnak köszönhetően, illetve pontosabban egy reklámnak köszönhetően Ábel ellen hadjárat indult a Facebookon. Anita ez az Ábel? Mi bajuk van Anita? Miért cseszegetik szegény Anita? Van ez a Fluimuci reklám, nem tudom, hogy ez megvan-e. És így van benne egy Fluimuci, punciumil. Nem olyan, mint valami súnamosó. Fluimuci. A bulamosó. Fluimuci. De neve is nagyon beteg. Na, és az a lényeg, hogy van benne egy kisfiú, akit konkrétan szegény, hát nagyon rituálisan ki akarják végezni a Facebookon, és létrehoztak egy eseményt a Fluimuci lábel virtuális kivégzésére. Ugyanis ő mindig azt kérdezi, hogy miért? Nem láttatok ezt a reklámot? Egyébként egy idő után baromi idegesítő. És milyen barátságtalan ez a Facebook közeg. Létrejött ezért egy oldal, hogy a kisfiút virtuálisan végezzék ki. Rettetesen beteg, ha belegondol. Persze. Idegesítő a csávó? Hát, csávó, nem, de egy kisfiú igazából. Egyébként persze, tehát nyilván neki ez a karakter a reklámon, az így szól. Most egy gyógyszerészét. Na, nem. Most mindegy, így ezt mondja. Ábel! Ábel. Jaj, de gyere, vegyük be a mucil, Flui. De miért? Mert amikor mucilosan köhögünk. Várjál, most összemosod. Nagyon mi van? Mi az Isten történik? Mi van ez? Most nem indul el rendesen? Vagy mi van? Én hallottam a kisfiú hangjában egy pillanat. De miért? Szoktunk bevenni. De miért? Mert ilyenkor letapad a tüdőd a tüdődben, amit fel kell oldani, és akkor hurutosan ezt csinálja. Anyának is csertottad, amikor kicsi volt. Tehát miért kell, hogy egy reklámmal egyébként tényleg idegesítő tényleg legyen a gyerek? Valami nem indul el rendesen. Mert kicsi aranyos. Megnézed az. Tessék? Aranyos. Kicsi vagy, nem. Vagy de hát az aggódó gyermek az anyjáért, hogy anyja, neked is volt a tüdőd, ja, letapadt váladék. Igen. De miért? De neked is ilyen színe volt. És a kicsi, az a lényeg, hogy a kisgyerek mindenre azt kérdezi, hogy miért, miért, és ötször megkérdezi, hogy miért. Érdeklődő típus. És hogy valószínűleg ez így van kitalálva egyébként, jól van kitalálva, hogy te megjegyezd a gyereket, hogy téged baromira idegesít, nem? De nekünk is volt ilyen. Ha nem emlékeztek rá? Hát gyere, vegyük be a Fluim. Mindegy. De miért? Mert amikor hurutosan köhögünk, Fluimucilt. Ja, de miért? Mert ilyenkor letapad a váladék a tüdőd. És akkor itt mondja el újra, de miért, aha, de miért, de miért, és a hatodszorra már valóban agyonütnéd egyébként. Nem tudom, hogy magyar vagy külföldi, mert nem láttam a száz szinkron. És a rituálisan akarják őt virtuálisan kivégezni. A Facebookon már több ezren vannak ebben a csoportban. Egy ilyen barátságos közeg ez a Facebook egyébként, az gondolom. Hát jó, mondjuk fárasztó lehet egy ilyen kisgyerek. De jó, ez egy kitalált karakter, nyilván nagyon aranyos, intelligens, értelmes, és egyébként az első mondatból megért, hogy nem kell azt neki mondani. Nem érted, mert különben nem szakad fel! Nem beszélsz így a gyerekeddel. Mi? A kettő, de vagy nem. Menj oda! Nem, ez valami paródia. Nem, ez már. Most mondta el anyát, kussolját! Jó, ezt hallgassuk meg. Oké, ezt hallgassuk meg, azt mondja. De angyalom! Na mit rosszalkodtál, drága? Gyere, kisfiam, adok egy Xanaxot. De miért? Menj oda! Azért, hogy befogd már a pofádat, kurva idegesítő vagy, kisfiam. Ne, azt mondom előtt, hogy hallgassuk végig, aztán adjuk le. Most hallgassuk végig, aztán leadjuk. De miért? Anyád picsaját! Ne, azért mondom, hogy előtte hallgassuk meg. Ne, de miért? Aha. Úristen. Na, nem hallgattad meg? De szerintem miért? Elértük az üzemi hőfokot. Na, végre elértük az üzemi hőfokot. Végre úgy érzem, hogy elindult az adás. Na, most értük el az üzemi hőfokot. Írjátok meg, hogy mivel kerget őrületbe a gyereketek, jó? Jó. De nem csak ő egyébként, tehát hogy ez valójában őszintén, nekünk is volt egy reklámunk.
Emlékeztek? Amit itt toltunk ezerszer, ott én ott éreztem, hogy legszívesebben neki futásból pofán verném. Hogy hívják? Igen, Karcsika. Én! Emlékeztek? És megjegyezted legalább a terméket? Nem, fogalmam sincs. Mi volt, csak annyira előttem volt a kis eminens, aki majd kiesik a padból, és jelentkezik, hogy ő akar válaszolni. Ne légy színe, előtte hallgassuk már meg. Azt csinálja most. Aha. Az, hogy ezeket így találják ki, nem? Igen. Tehát ez a lényeg, hogy legyen benne egy olyan karakter, akint te felhúzod magad. Mondjuk én ebbár dübből se vennék ilyen terméket egyébként soha. Tehát, hogyha egyetlen egy termék lenne, ami a gyerek... Tessék? De miért nem venni ilyen terméket? Szóval, hogy én annyira egy termék ellen tudok egyébként hangolódni ilyenkor. Ti hogy vagytok, nektek ez inkább működik, vagy inkább ellene hangol? Mert én már mondom, ha ez egyetlen termék lenne kőgés ellen, akkor se venném meg a gyereknek. De ezt az egyet ismered, tehát ezt fogod megvenni, érted? Ugyan a gyereket gyűlölöd, vagy a reklámot magát, de beépül a név. Érted? Köhögés ellen mi az, amit gyűlölsz? A... Tuszin? Igen. Na, ez az egy, amit ismerek köhögésre. Jó, de nem szereted meg a terméket. De meg fogod venni, mert bemész csak a gyógyszertára. Csak azt jegyzed meg, hogy ebbe van az irritáló kiskölyök. Igen, meg azt jegyzed meg, hogy ez köhögésre jó, és ezt fogod megvenni. Mert van egy másik ugyanilyen, a tuszin végű, ami a köhögős reklám, ott is egy kicslány van, és azt is én megjegyeztem. Uh-huh. És bemegyek, köhögök, már úgy megyek be, adjon egy tuszint. Neked ki volt ilyen gyerekkorban, ilyen korszak a gyereketeknél? Nekem volt, talán ez kimaradt. Nem volt ennyire idegesítő és ennyire emlékezetes, hogy az így megmaradt volna. Ez a miért korszak? Soma még mindig csinálja. Tényleg? Tehát mindig még egy újabb kérdés. Tehát azért tesszük föl a kenyeret, mert hogyha lehagyod, belemászik a hangya. De miért? Azért, mert a hangya szereti a kenyeret. De miért? Azért, mert ő is éhes. Uh-huh. Érted? És végletekig tudja nyomni a gyerek. Ugyanígy. Mert ő kíváncsi. De miért? A szarnapod van, gondolj be, hogy valakinek áll bele a gyereke. Igen. De miért írja a kérdezi? Miért írjuk meg, hogy mivel kergetőrülött be a gyerek? Miért? Na jó, drága hallgatók, nyilván mindenkinek volt ilyen, amikor gyereket nevelt, hogy volt egy pont, amikor úgy érezte, hogy meg tudná ölni a saját gyerekét, és kitagadja, és elzavarja, és elküldi otthonról. Ha emlékeztek erre a pontra, és az a miért korszak volt, akkor nyugodtan írjátok meg, vagy azt, hogy mikor volt az a pillanat a gyermeknevelésben, amikor úgy gondoltátok, hogy tényleg nem bírjátok tovább Cérnával, és most jött el az a pillanat, hogy felkötitek magatokat, hogy felakasztjátok magatokat, hogy diszidáltok, hogy elmenekültök, hogy egyszer nem mentek haza. Ez itt a Morning Show a Glass FM-en. 3:49 múlt pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis hunafreki. Jó kis hunafreki. Tessék lájkolni, mert ugye az első azt mondja, hogy a hunadal már több mint 1 millió fölött van, a hunanyár az olyan 500 000 körül, hát a legfrissebb Polgár Petis tétel ugye a hunafreki, ez még csak 200 000 környékén jár. Tehát tessék nyugodtan lájkolni, a Petinek nagyon jól esik, ez nagyon-nagyon jó visszajelzés a számára. Másfél milliós jár. Nézettség, akkor 3-at összerakod. Ugye? Az már fizet? Szerintem, hogy csak egynél van meg az 1 millió akkor. Tehát igen? Nem tudom összevonni őket. Jó, és én ne felejts el senki a mondást, elsősorban a polgármestereknek mondom, illetve a jegyzőknek, hogy nincsen falunap Polgár Peti nélkül. Így van. Egyetlen falunapot se jegyeznek, ahol még nem lépett fel Polgár Peti. Igen. Van falunap, de nem olyan. Onnantól falunap, igen. Onnantól így kerül a falunap eléről meg a végéről az idézőjel, hogy a Polgár Peti is fellépett már ott a nagy színpadon. Onnantól igazi a falunap, így van. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink idegesítő reklámok és idegesítő gyerekekkel kapcsolatban. Valamiért a kokkolinó Maci bosszan gyermekkorom óta rettenetesen, nem tudom, mi idegesít, de nem bírom elviselni. Egyszer kész fejjel hozzávágtam a vastag talpú sörös porrat, hirtelen felindulásból a tévéhez. Utána egy darabig nem láttam Genyolino reklámot. Mert nem egyértelmű a szexuális identitása, hogy finoman a Macinak, ugye? Gondoljatok csak, csukjátok be a szemetek és gondoljatok a Macira. Aha. Lány. Hát mikor, hogy? Az egy kisebbi fiúcskám 7 éves, időnként még most is kiborítóan tud viselkedni. 4-5 évesen, ha valamit szeretett volna kapni, például a bacsi közben vizet, nem azt mondta, hogy kérek vizet, elkezdtem mondani, hogy víz, ez addig, amíg meg nem kapta. Persze mai napig csinál hasonlót, és ilyenkor érzem, hogy kivágom, mint a macskát. Vagy iszom egy felest, mindig az utóbbi győz. Pénz. Marci küldte nekünk. A mi kislányunk élő fogamzásgátlóként működött egy évig, mindig akkor kereste anyát pont, de miért? Idegesítő volt, a kislányunk 3 éves volt akkor. Az én kislányomat úgy hívták az új szomszédok, hogy a miért kislány, válaszolni kellett mindig, bár egyetemet végzett, hiszem
hogy hozzájárultam vele. Zsani küldte nekünk. A miért korszak bár borzasztóan idegesítő tud lenni, a gyermek pszichés fejlődésében elengedhetetlen, ilyenkor kap válaszokat és behelyezi a dolgokat a fogalmi rendszerébe. Cérna vastag legyen az idegszál, ezt írja egy hallgató. Hova helyezel? Mit? Hosszú. Ping. Azt értem. Igen. Nálunk fogmosás közben volt, a kislányunk kérdezte, hogy kinek jött ki az aranyere, akkor vettük észre, hogy a kád szélén maradt a reparon. Én csak annyit mondtam, azért kellett anyátoknak, mert nagy volt a fejetek. A kád szélén maradt a reparon. Atya úr. Anya, miért úgy csíkott a repülő? Azért, mert. És fél óra van még mindig a repülő, és a miért volt a téma, amikor már kigoogliztam az összes lehetséges választ, és nyugodtan léptem volna tovább, az egy gyönyörű kékszemű fiam felnézett az égre, és azt mondta, de miért? Mire a pedagógiai csúcsáról leüvöltöttem, azért, mert azt mondtam, mély meg, azt hittem megütöm. Ez Ani küldte nekünk. Na, szóval eszembe jutott, hogy mit mondott ez a pszichológus egyébként. Hogy? Hogy azt mondta, hogy a szülőknél az első 7 év az valójában egy krízis helyzet. Amit igyekszel megoldani napról napra. Amit igyekszel megoldani, és amikor a gyerek elkezd iskolába menni, és már tud önállóan dönteni, és kicsit megpróbál, vagy elkezd leválni a szülőről, akkor hárul el a krízis helyzet, de az első 7 év az valójában a szülőknél egy krízis helyzet. De miért? Zsák szaré. Na, hát akkor tessék. Ennyi. Tessék, Pistike, menj a szobádba, az evészgesd apád válaszát. Jó nagy zsák szaré. Akarsz még valamit kérdezni? Na, akkor ne egy füttyögi, hanem húzzál vissza egy a szobádba. Egy vajling fosér. Örülj, hogy csak ennyit kaptál. Húzzál a szobádba, azt pakod össze a szobádba, de kettő olyat rád verek, hogy anyák si ismered. Mint a lesz alatt a Péter. Valami tanult meg bekötni a cipődet. Szóval ez csak érdekes volt, hogy ugye az első 1-2 évben nem alszol, veszeket, aztán elkezd bölcsibe menni, aztán óviba megy, aztán mi történik az óviba, hogy éled meg, hogy az anyám mennyire kiborul, és az első 7 évre írta, hogy valójában egy ilyen kimondatlan krízis helyzet, amikor iskolás lesz, akkor azért már persze önállóan jön, megy, öltözik, dönt, rábízhat dolgokat. Hát akkor már azért egyébként tényleg így vált, az iskolás gyerekek azért azok már nagyobbak, egyszerűbb velük szerintem sokkal, nyilván komplexebbek a problémáik. Vannak otthon. Kevesebbet vannak otthon, már nincs kevesebbet otthon az óvi, vagy az iskola. Hát a óvodában különbség ugyanúgy ott van, de ott nincsen tanulószoba, meg ilyenek. Hát de ugyanúgy 4 kózod a suliból. Hát ki mikor, öcsi? Hát ki mikor, te mikor? Te meddig vagy bent, hatig? Holnap este jövünk, virág. A fiam olyan kibírhatatlan volt az első 2 évben, hogyha ő lett volna az első gyerek, akkor tuti egyke marad ide. Én úgy szeretem, amikor szülők ezt így felmerik vállalni, hogy miért elviselhetetlen a saját gyerekük, vagy miért volt az, és nem mindenhol mindenkinél ilyen lila köd van, meg rózsaszín, hogy jaj, nekünk nem volt, egy még sose volt. De ez tök jó szerintem, amikor ezt így szülők felvállalják. Sziasztok, én annak idején 4-szer kérdeztem meg édesapámtól, hogy miért 5-re pofont kaptam. Tisztán emlékszem rá. Írja meg, hogy miért idegesít a gyerek, de miért? Köszönöm. Igen, köszönjük. Köszönjük az SMS-eket. Szóval igen, drága szülők, ez egy krízis helyzet, amit meg kell oldani. Ezt mondta a doktor úr. Köszönjük neki. Aha. De miért van akkor az, hogy a 6 éves gyerek jön, hogy apa, kösd be a cipőmet, mondod, hogy egyrészt már tudsz kötni, másrészt meg a tépőzáras van rajtad, de akkor is. Na? Mert a gondoskodást igényli. Amikor a tépőzárat nem különbözheti meg a fűzőt a 7 évesen, akkor én kisegítőbe küldeném. Még csak 6, ja? Beírattuk. Aha. Érdemes lenne a gyereket megnézetni. Apa, beköltél a cipőm, de kisfiam, ez tépőzár. Apa, beköltél a cipőm, mondom, kisfiam, ez tépőzár. De miért, apa? Ja, és apa, még egy, beköltél a cipőm. Lehet, hogy az érdemes azért. Érdemes rákérdezni, hogy úgy fejlődik az a gyerek. Biztos, hogy be van-e minden. Fejlődnie kell. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Az én tűrés határom nem ott van, mint DJ OTA, tehát hogy egy picit én szélesebben be tudom nyitni az ollót, de a dal eleje az engem is meglepett. Igen, meglepő egyébként. Amúgy egy Linkin Park számról van szó, és az a Linkin Parknak van rengeteg olyan slágerlista, ami mindenféle ilyen, hogy mondjam, szoftosabb slágerlistákon is azért már megfordult, és hogyha az ember mondjuk fölmegy egy videó megosztó portál, és megnézi, hogy milyen nézettségei, milyen like számai vannak általában egy Linkin Park klipnek, akkor az egy picit megdöbben rajta, mert kicsit Beyoncé és meg Madonnás, meg Kesás, meg hasonló, ilyen 140 milliós nézettség azért az erős. Komoly. Ez a dal egyébként azért volt egy picit, bocsánat, hogy szabadulok, azért volt egy picit kartosabb, mert hogy a System of a Down-nak a gitáros, a Darren Malakian vendég szerepel benne, és hát neki gyakorlatilag ez a stílus, és gondolom a srácok igazodni akartak egy picit hozzá. A Linkin Park az a rockzenekar, aki nem a zenét tekintve, hanem a népszerűségét tekintve
nagyon populáris. Nagyon, nagyon. Nem véletlenül hívták meg őket a jövő évi Volt Fesztiválra. Júniusban, a 0. napon ők fogják nyitni a Voltot, és ez azért is fantasztikus dolog, mert hogy ők ténylegesen első számú, első vonalbeli világsztárok. Tehát, hogy rájuk nem lehet azt mondani, hogy ez a futottak még kategória, óriási sztárok. És hát meg is mozdult rendesen az internet, amikor ez kiderült, és már szervezkednek már most az emberek, hogy akkor honnan, mikor, együtt, kivel. De a Zsolti kérdését azt olvastad? Hogy nem. Nem, mert sosem tudom, hogy mikor viccelődnek a hallgatók, és mikor nem, ha nincs ott a mosolygós jel a végén, hogy Jani, ez neked tényleg tetszik? Borzalmas zene. Simán benne van a pakliban. És az ilyenfajta hozzászólással nincs is baj. Tehát ez tök normális, megkérdezik. Jani, ez neked tetszik? Azt a válaszom egyébként, hogy nem csak ez tetszik neki, ennél még sokkal durvábbak is tetszik. Én csodálkozom azon, hogy a Janinak ez tetszik, pont ezért, de azért nem értem, hogy a Zsolti ezt hogy kérdezi, mert a Jani ennél nagyon-nagyon durvább zenéket szokott hallani. Reggel, amikor így kevergettem lent itt az aluljáróba a kávémat, nagyon erősen gondolkodtam az Új Testamenten, mert hogy ők is friss albummal jöttek, és ők az én szívemhez egy picit közelebb állnak, de majd az a jövő héten. Az a vége. Majd, hát fiál nekem, hogy ez jár 18-án, nekem jár egy Testament meg a hallgatóknak. Igen. Meg Zsoltival tényleg meg kultúrát formában kérdezi, teszi fel a kérdést, és egyébként meg ott van mellett az a pár száz másik SMS, ami viszont, hogy hívják, őrjöngő felálló. Na most vágtam fel az erejét. Mert ilyen, persze. Ja, igen. Igen, ha ezeket olvassuk be, akkor nyilván akkor ez az üzenet a dolognak, de hát ne legyünk Balázsok. Ezért irányítható a történet. DJ ott itt most vitte el a zsákos bohóc, ez viszont annál jobb. Itt van a művelt is, nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hat fájjon, hagyom. Ugye, hogy klasszikusokat idézünk, de tényleg jó volt. Jó. Mi az úristen csináltok? Mi ez a csatazaj? Egy másik, tehát ilyen is van, de tényleg nagyon-nagyon sokan szerettétek a Linkin Parkot, úgyhogy megint azt gondolom, hogy néha jó ám kitekinteni. Ők milyen nemzetiségű zenekar? Én azt hittem huligánsz, nem huligánsz volt? Igen, csak idegedül énekeltek. Néhány év kell hozzá szerintem csak, és a huligánsznek is lesz majd Linkin Park száma, hogy lett Rammstein is. Amcsik, de nem csak amcsik, van bennük magyar vér is. Igen, mert kitörült, képzeljétek el, Mike Shinodáról, akinek már a neve is mutatja, hogy ő inkább ugye ázsiai vonulat, azt hiszem, hogy egyébként az édesapja révén, hogy benne is csörgedezik a magyar vér állítólag az anyukája. Igen, mindenhol ott vagyunk. A Linkin Parkban is. De az édesanyja magyar, vagy magyar vér van az édesanyjában is? Is. Valami magyar-oroszról írt az internet. Aha. Tehát és ahonnan... megdöbbentem rajta, mert hogyha végignézel egy zenekaron, akkor az utolsó, akire gondolsz. Ki lehet a magyar közülük is. Akkor legyen mondjuk Mike Shinoda. És tényleg ő. A Sasadi úton, ahogy tegnap is, ma is már hókotrók mennek fel a Sashegy felé jó korán. Azt szeretném kérni, hogy akkor is menjenek majd, amikor lesz. Igen. Ok. Azért mennek fel, mert onnan le tudnak jönni olcsón motorfékkel. Igen, csúszással. Szentendrei út az Árpád híd felé áll a sor, már a bútor áruházig van meg. Megírja nekünk Gabi, köszönjük szépen. Mosonmagyaróvár levél felől az Opel szalon után drága fotók készülnek egy Volkswagen Transporterből. Kuvasznak köszönjük ezt az SMS-t, és tekerem, még egyet találtam. Kőszegi határátkelő kifelé, a sógorok felé ismét több kilométeres a sor. Megint bedurciztak valamin, és akkor megy az ellenőrzés. Viszonylag csendes a reggel, kivéve ugye ezeket a bizonyos pontokat, de hogyha valakinek van még infója, akkor az írjon. És olyan SMS-eket ne írjatok nekünk, amit most beolvasok, hogy Reginával haladunk épp Pest felé, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és ő a szívem Kuglófjának egyetlen szemmazsolája, mert az ilyeneket nem olvassuk be. Hogy? Ez volt az egyetlen kivétel. Hogy igen. Meg hogy ott ülsz mellette, fogd meg a combját, vagy a kezét, nézz a szemébe, ha te vezetsz, akkor ne, és mondd el neki. De miért a combját? Tehát, hogy az anyósülésen ül, akkor miért nem fogod meg a tarkóját is? Hogy a szerelmednek. Igen, és azt egy puszit a homlokára. Van, tehát, hogy a szerelmednek így a tanúbizonyságot. Na nem véletlenül kérdeztem a Linkin Parkot, hogy amerikai, mert ők is biztosan, ha még nem adták le a voksukat, akkor ma elmennek szavazni. Magyar idő szerint ma reggel 6 órától nyitva vannak a szavazó helyiségek az Egyesült Államokban. Nagyon kötöttünk. Igen. Ugye? De most komolyan, tehát, hogy ez az egész világot foglalkoztatja, ez a kérdés, hogy ki? A hazug vagy a bolond? Hogy melyik? És tényleg nem tudod, mert hogy ez a két jelző van most már mindenhol. És tudjátok, hogy mi a rettegésnek a ténye, hogy az utolsó két hétben mérték, a helyi szonda Ipsos biztos körbejárt, hogy nincs eldöntve a dolog. Tehát, hogy senki nem tudja még. Most nyilván Clinton kicsit jobban vezet, Hillary a Trump előtt, de hogy attól függ, mit olvastál, mert fölgél, mert egyet keresek, hogy megnézni, hogy a legfrissebb hír. Igen. Hogy akkor de hogy ők csak ketten vannak? Nem úgy, mert sokan voltak.
szerintem versenyeznek, nem tudom, de hogy nem lehet, hogy majd valaki, hogy beelősz hátul, nincs egy harmadik. Tehát, hogy azt gondolod, hogy van egy harmadik jelölt, és csak őt kevésbé futtattak az elmúlt hetekben. De nem csak, hogy az amerikai sajtó nyilvánosságot kapott, de van egy harmadik is. De nem tudom, hogy ez a kettő közül lehet választani az amerikaiaknak is senki többet? Vagy van több jelölt is, csak hát van egy republikánus, meg egy demokratai jelölt. Van zöld jelölt, libertárius jelölt, van itt mindenféle jelölt. De aki nem esélyesek. Hát valószínűleg nem, aki ugye szóba jöhet, azok ők ketten. Már egy csomóan leadták a szavazatot, mert nagyon érdekes ez az egész rendszer, amit majd mindjárt meg is kérdezünk, hogy pontosan hogy is működik. Mesélj. Hogy már hetek óta tudtál levélben szavazni, egy 40 millió ember leadta a szavazatát levélben, 40, de mondják, hogy ez még nem számottevő, mert ugye 300 valány millióan szavazhatnak kint. Náluk picit hatékonyabb a nemzeti konzultáció. Ott válaszolnak is a levélre. Úgyhogy van egy 40 millió beérkezett levél, ma elindul a dolog, és akkor nem közvetlenül az elnökre szavazol, hanem Bonyi, de hát mindenki ugye tényleg tűkönülve meg feszülten várja, a piacok is egyébként. Ez te vagy, Csabi? Nem. Mi a gyerek nem találja a izét, a Mike-erémnek a bontóját? Hát hogy... vagy a Csabit hívja Clinton, vagy nem tudom. Szóval, hogy mindenki, ugye a dollár is felült természetesen a hullámvasútra, a befektetők és a gazdasági szakemberek, a politikusok, mindenki tűkönülve várja, hogy mi lesz ennek az elnök választásnak az eredménye, mert tényleg egyáltalán nem mindegy. Tehát, hogy így... Igen, mert hogy itt nem az amerikai elnököt választják csak meg, hanem a világ egy a vezető hatalmának olyan emberét, aki mindenre rá fogja nyomni a bélyegét, amit a Jani mond, érted, hogy a tőzsde nem tudja maga, hogy mit csinál, megvárja a végét, és akkor majd kiderül, hogy mert mi van. Annyira nem hasonlítanak egymásra, annyira mást mond mind a két ember, hogy az egyik, hogy Trump azt mondja, hogy ott vannak a fosszilis tüzelőanyagok, és akkor ennek nyilván az olajlobbi marhára ül, akkor 4 éven keresztül ez lesz a trend. Vele szemben a Hillary azt mondja, hogy ő a megújuló energiaforrásokra teszi le a voksát, akkor a onnantól így csaptak, van, akkor Teslánál már a levegőbe csaptak, és azt mondják, hogy de király, megyünk majd följebb a tőzsdét. Na, de hogy ne csak így hárman legyünk okosak és a hallgatók, fölhívjuk a mi állandó segítségünket, aki reméljük, hogy kikeveredett már annak karmai közül, mert ott mindig az van ugye, hogy ők egy bensőséges, így nagyon van. Komoly, hosszas hangvételű telefonbeszélgetést folytatnak, és csak utána Anna, miután kivégezte a tanár urat, dobja át nekünk. Nógrádi György, jó reggel, tanár úr! Szevasztok! Jó reggel! Anna aranyos volt miatta, átjöttem 3 piroson, beértem a tanszékre, tietek vagyok. Na, ez nagyszerű, jó, ennek nagyon-nagyon örülünk, ugye ez most reggel körvonalazódott, hogy egy picit mi beszélgetnénk veled. Igen. Először azt szeretnénk kérni tőled, hogy nézzük már át ennek az egész választásnak a rendszerét, hogy ez hogy is működik pontosan, tehát nem az elnökre szavazunk, hanem elektorokra, és akkor utána majd ők megválasztják az amerikai elnököt, mi meg itt Budapesten nézünk hülyén. Budapesten is nézünk hülyén. Na most néhány megjegyzés és válaszolok. Egy. Adenauer azt mondta, ő volt Németország első kancellárja, hogy 3 dolgot nem kell komolyan venni. Az egyik ebből érdekel minket, amit a politikus a választási harcban mond. Teljesen igaza van. Második. Tudom, hogy nem népszerű. Albright, aki egy rendkívül középszerű külügyminiszter volt, írt egy csodálatos könyvet. Igaz, hogy nem ő írta, de az ő neve alatt jelent meg. Egy oknyabozó újságíró írta vele kulturáltan, aki azt mondta, hogy a világpolitika minden kulcskérdése Ázsiába tőle. A kérdésetekre, miután Roosevelt 4-szer elnök lett, az alapdilema az volt, hogy valaki maximum 2-szer lehessen elnök, és mivel az USA state-ekből, államokból áll, minden államnak van egy elektori szavazata. A győztes mindent visz, van kivétel, de most a kivételben nem menjünk bele. Az USA-ban összesen 538 elektori szavazat van. Ez azt jelenti, hogy aki 270-et megkap, ő lesz az USA következő elnöke. Mi a probléma? Hogy az amerikai történelem sajátossága, hogy meghatározott államokba gyakorlatilag kár elmenni, mert nyilvánvaló, hogy demokraták vagy republikánusok nyernek, mert évtizedek óta így van. Amit szeretnék mondani, a bevezetőben mondtatok egy baromi jó mondatot. Bárki lesz az USA elnöke, ő a világ vezetője. Az alapvető probléma az, hogy a két jelölt egyike sem alkalmas. Tehát meglátjuk néhány óra múlva, hogy kikapja meg a 270 vagy annál több elektori szavazatot, és USA elnök lesz. Mind a kettő jelölt közel van a 70 évhez.
tehát nagyon-nagyon fura egészségi állapotban van. Mind a kettő rendkívül támadható. Érdekes, hogy ahogy az FBI ügy előjött, a Trump utal érte Hillary-t. Ahogy az FBI közölte, hogy nem emelnek vádat, Hillary előnye 3-4 pont lett, ami óriási. Még egy, az USA-ba, és erről a világ keveset tud, egy amerikai elnökválasztásnál 50% körüli ember megy el választani. Tehát, ha ott valaki 55%-ot kap az 50-ből, az azt jelenti, hogy a szavazatok 27,5%-ával kényelmesen elnök lesz. Ez elképzelhetetlen lenne mondjuk egy német szavazásnál. Most újra választják a képviselőházak egy részét is. És még egy, a világon ma mindenki azt mondja, hogy Hillary Clinton nyer. Oké. De a Brexitnél mindenki azt mondta, hogy Nagy-Britannia bemarad. Tehát itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert nem lehet tudni, hogy a szavazófülkébe ki mit fog behúzni, és alapkérdés, a Hillary Clinton szeretné az amerikai félvonalat folytatni, a Trump nem. Mind a kettő rendkívül gyönge is támadható, de a világnak azzal kell együtt élni, aki győzni fog. De hogyha a programjaikat összehasonlítjuk, akkor az embereknek azért viszonylag könnyű dönteni, mert hogy annyira köszönő viszonyban nincsen egymással a két egyetértek, csak egy szépséghibátok van. A történelemben az emberek soha nem olvasnak pártprogramokat. Tehát a pártprogram érdekel az országban 3-5% értelmiségét, a többit soha. Én nem láttam olyan magyar választást, a tévében mindig vitatkoznak a pártprogramokról, ahol valakinek fogalma lett volna, hogy mondjuk a környezetvédelemről, mondjuk hagyjuk Magyarországot, a német, lengyel, skandináv pártok mit mondanak. Tehát a pártprogramokat mindig szakértők írják, és én előbb utaltam rá, semmire nem kötelezi ez az elnököt, ha elnök lesz belőle. Ha nyilván választást azzal tudod megnyerni itt ebben az esetben, ha mondjuk Mocskolócz, ugye ez előfordult itt a kampányban az elmúlt időszak alatt. Egyébként ez mennyire volt csúnya a kampány időszak az eddigi elnök választáshoz? Ez volt eddig a legcsúnyább kampány. Soha hasonló nem volt. És azért még egyet, hogy mondjak, mennyire meghatározó a külső. Hát a 1960-ban a történelem legkisebb különbségével győz Kennedy. A tévénézők szavaznak rá, mert szebb, mint Nixon, és jobbnak látják. Aki a rádión hallgatja, az hallja, hogy Nixon a jobb. Tehát ilyenek döntenek. Itt nem szakértők döntenek. Tehát azért annyit látni kell, hogy bármely társadalomban a diplomások aránya az töredék, és nem a diplomás dönt. Tehát nekem például érdekes, hogy a diplomások jelentős része Hillary-ra szavaz. A nem diplomásoknál ez fordított. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz most. Én olvastam olyan jelentést Washingtonból, ahol az volt benne, hogy ezt a választást csak Hillary Clinton tudja elveszteni, egyetértek. Olvastam olyan elemzést pár hónappal ezelőtt, amelyik azt mondta, hogy 90-10 a valószínűség annak, hogy Hillary Clinton győz. Igen, de az emberek be fognak menni pár óra múlva a szavazó fülkébe, és arról fognak dönteni, hogy kell-e nekik egy ilyen politika, ami eddig volt, amelyik az elmúlt évtizedekben az USA-t a világpolitikába minden vezető pozíciója ellenére lejjebb sorolta. Tehát nagyon, nekem fogadni kéne, mert még fogadni, de nem vagyok benne biztos, hogy az az eredmény jön ki, amiben ma az egész világ kész. Meglátjuk. Hát régen megválasztásánál is, ugye Ronald Reagan megválasztásánál is azt mondták, hogy a szavazók arra szavaztak tulajdonképpen, hogy ő egy ismert filmszínész, és hogy egy nagyon jó képű csávó. Hát most ez Trump esetében nem fordulhat elő. Én tudom, hogy ezt ma nem lehet kimondani. Én végigolvastam mindent Ronald Reaganről. Rendkívül buta volt. Hát Ronald Reagan volt az, aki... Aztán rájött, hogy most nem jelölt. A felesége pedig megírta a visszaemlékezését, szerencsétlen, hogy a csillagok állásából mondta meg, hogy Ronald Reagan hova mehet, hogy nehogy agyon lőjék. Tehát elképesztő emberek kerültek be a Fehér Házba. Bocsánat, tanár úr, nem is lőtték agyon, ugye? Egy pillanat, csak nekem, így van. Jó, hát akkor a felesége mégis értelmes volt, igen. De hát azért, ha megnézem, hogy kik voltak az USA elnökei, voltak köztük kiváló képességűek, voltak középszerűek és voltak gyengék. Az, hogy Obama ma nyíltan Hillary Clinton mellett kampányol, ez rendkívül fura nekem, mert ez nem szokás. Ettől még nyilván meg lehet tenni, és azért egyszer mondjuk el, hogy 8 évvel ezelőtt Obama és Hillary Clinton gyűlölték egymást. A Hillary Clinton azt mondta, csak erről ma nem szokás beszélni, hogy azért akar alelnök lenni, hogyha megölik Obamát, ő legyen az elnök. Ezek után lett külügyminiszter. Tehát tudom azt, hogy ma a boldogság legfontosabb kritériuma a szelektív memória. De hát én emlékszem, hogy 8 éve ki mit mondott. Hát a Hillary majd beleőrült 8 éve, hogy nem ő lett az elnök jelölt.
No, akkor ne latolgassunk, vagy ne találgassunk, igen, hogy ki lesz, hanem tételezzünk föl, jó? Tételezzünk igen. fel egy A és egy B verziót, és akkor röviden nézzük már meg, hogy melyikkel járunk mi jobban jól, vagy Európát nézzük, mit nézzünk, tanár úr? A válaszom az, hogy teljesen mindegy, hogy mit nézzünk, mert január 20 a beiktatás. Jelenleg egyik félnek sincs kidolgozott koncepcionális politikája. Január 20-ig mind a két fél, tehát most A verzió Clinton nyer, B Trump nyer, föl fog állítani egy hozzáértő stábot. Azért tisztázzuk azt, hogy az USA-ba a külügy, a Pentagon, a CIA tele van kiváló szakértőkkel. Tehát nem lesz nehéz sem Hillary Clintonnak, sem Trumpnak felállítani egy koncepciót. Ha nekem ma el kéne mondanom, hogy ők mit fognak csinálni, ami persze szinte lehetetlen, akkor a válaszom a következő. Egyikük számára sem lesz a külpolitika főtétel. Egy amerikai elnök számára a főtétel mindig az adó, az oktatás és nagyon sok egyéb, ami az átlag amerikaira hat. Kettő. Meglátjuk, hogy a képviselőházakban milyen republikánus többség lesz, vagy republikánus többség lesz. Három. Újra választanak kormányzókat. Tehát itt mindenki a világon arról beszél, hogy most elnököt választunk. Igen, de az elnök mellett nagyon sok egyebet. És ezek után belép a külpol. Ha megnézem ma a külpolt, akkor azt látom, hogy három globális játékos van, messze első minden probléma ellenére az USA. A hírszerzésbe, a lehallgatásba, a kutatásfejlesztésbe, a hadiparba behozhatatlan, több évtizedes előnye van. Második helyen van Kína, tehát az USA számára a fő kérdés jelenleg az, hogy a csendes óceán térségében milyen stratégiát kövessen. És messze lemaradva a harmadik globális játékos Oroszország. Európa nem globális játékos. Mi szeretjük elmondani, hogy milyen szépek és okosak vagyunk. Innen nézve igen, a világ bármely más pontjáról nézve már nem. Tehát ezt is látni kell. Egy ilyen helyzetben nyilvánvaló, hogy Hillary Clinton azt fogja mondani, hogy számára természetes a Atlanti Szövetség. Ha Trump győz, ő is ezt fogja mondani. De a valóságban Európában ma meghatározó hatalom Németország, azaz Berlin. És tudom, hogy nagyon rég volt, de volt egyszer egy film Ítélet Nürnbergben, és annak volt egy mondata, ami ma is igaz, amelyik úgy szólt, hogy Berlin Németország és Németország Európa. Az mennyire izgalmas ebben az egész választási sztoriban, hogy az első női elnök születhet most meg. Ez mennyire lehet érdekes? Amerikaiként én otthon ülök, és azt mondom, hogy gyerekek, már volt mindenünk, színesbőrű és mind férfi, eddig, hogy lehet most végre egy nő, vajon milyen lehet? Ez a döntésnél lesz befolyásoló tényező, hogy ugyan próbáljuk meg ki, vagy Amerika bigott, és azt mondja, hogy egy nő nem való erre a posztra. A válasz a következő. Egy-két éve az újszülött amerikaiaknál fehér kisebbség van. Tehát néhány évtizeden belül az megszokott dolog lesz, hogy nem fehér elnök lesz. Kettő. Eddig tényleg női elnök nem volt. Három. Ha Trump nem mondott volna ennyi ostobaságot, főleg a nőkről, akkor a nők sokkal szélesebb része szavazna rá. Azért annyit látni kell, hogy a fehér férfiak döntő része Trumpra szavaz. Tehát máshogy fogalmazva, Hillary Clintonnak az esélyét az adja, hogy ismert. A fő vonalon van ez az előnye és a hátránya, és az, hogy Trump annyi ostobaságot mondott többek ezt elnézést a spanyol ajkúakról, konkrétan a mexikóiakról, stb., hogy ezek az emberek elmennek. Én ma reggel néztem, minden reggel a német közszolgálati tévét nézem legalább egy órát, és ma reggel is néztem, és nyilatkoztak afroamerikaiak, és azt mondták, hogy egyik jelöltbe se bízunk, de a két rosszból még mindig Hillary Clinton a jobb. Még egy utolsó kimenekülő kérdésünk van. Eddig ugye First Lady kártak. Várjál, kimenekültök, vagy én menekülök? Hát átengedünk most már diákoknak, tanár úr. Még csak fel kell készülni az első órára. A jövő nemzedékeinek. Eddig ugye mindig First Lady volt az elnök mellett. Ha most Hillary győz, akkor Billből mi lesz? Férj. Na most azért erre egy mondat, elnézést. Németországban a kancellára egy szó volt eddig, hogy der Kanzler. És utána jött Merkel, és lett kanzlerin. Tehát feltételezem, hogy az angol nyelv azért elég nagy mozgás lehetőséget biztosít ahhoz, hogy First Lady után lesz First Husband, vagy First Man, vagy bánomémi. De hát ez nem lesz egyszerű, mert azért a Clinton elnöksége sem volt egy 8 éves siker. Az igaz. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük. Fényt mutattál nekünk ebben a nagy sötétben. Igen. És akkor hát várjuk, hogy kiknek lesz erősebb a szava, az olaj és a fegyverlobbi, vagy pedig a mexikóiaké, a feministák és a fogászoké. Azt fog nyerni, aki jobban tud mozgósítani, tehát 50%-os részvételnél a mozgósítást dönteni fog, pont.
Nógrádi György, köszönjük szépen. Én köszönöm, szevasztok. Hello, tanár úr, viszont hallásra. Na, hát így állunk, akkor legalább most már tudjuk a rendszerét a dolognak, tudjuk, hogy meddig kell várni, és ezen kívül aztán tényleg semmi. Tehát, igen. Hogy ő se tudta. De akkor számomra kiderült, hogy bárkire is szavaznak az amerikaiak, annak, aki megnyeri a szavazást, még van lehetősége majdnem több mint két hónapja, hogy valami programja is legyen. Igen. Tehát, hogy most akkor nem programra szavaznak, hanem... Hanem arcra, meg arcra. Akinek kevesebb a botránya, vagy akinek... De jó lenne tudni. Ma én is tudnám, hogy akkor most mit vegyünk, Brentet vagy Teslát. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Úristen! Nem hiszem el! Erre fele jártam. Ezt nem hiszem el. És arra gondoltam, hogy hát akkor benézem a fiókot. Azt hallottam, hogy a Donald Trump lesz az amerikai elnök. És gondoltad, hát ez hogy... beszarás, gyerekek! Talán mondom, mind meg fogtok halni! Ez egész Amerika! Hát ez egy befolyás emberről beszélünk. Hát érted? Hát, hogy követted az amerikai elnök választást végig, az egészet izgultad, ugye, tegnap óta? Abszolút, tegnap óta izgultam, jól mondta Ferikem. Nem hiszem el, figyeljük, egy csapás a másik után. Én a Clintonra akartam, hogy kerüljön az amerikai elnök székére. Kit akartál? Clintonot? Igen, Clinton. Ja. Clinton. Elsőre nem jött át. Clintont mondtam Ferikem. Szóval, mi meg fogok halni? Amerika, mindenki meg fogok halni. Hát ilyen nincs a világon, komolyan mondom. Fákó, ez ilyen véres szájú ember nyerik amerikai elnöksége. Hát ez elképesztő. Te fölkeltél reggel, láttad, bekapcsoltad a tévét, láttad, hogy a Trump, és gondoltad, bejössz ide, és akkor itt meglepsz minket. Persze, mert végig követtem a Morning Show. Követtem a Morning Show, hát majd arra gondoltam, hogy akkor én most indulok. Igen, ezek miről indulok, beszélek, nem tudom, de bemegyek. Ezt tisztázzuk meg, ez a szüket. Hiányoztál. A következő másfél évben mi egyébként úgyis meghívtunk volna, azt nem tudom, hogy elértünk volna, de hogy meghívtunk volna. Most gyorsan túlesünk rá. Igen, na most tudom, hogy találom titeket. Portás nem állított meg? Hát, szektúrultam az egész kapu. Csak engedjenek be a Morning Show-ba, mert szeretni az én saját vilemék elmondani. Ez az egész amerikai elnökség. Fákolj ez a rádióban. Tehát ez tényleg a vég. Határvadászok nem akartak megállítani? De mikor kezd? Hánykor kezd? Vagy mikor ébredsz? Ahogy simán egy hakni után, meddig tudsz aludni? Én a hatkor kellek. Én a hattal akkor szoktam kelni, megiszom egy kávét. Reggel hat vagy este? Igen, reggel. Hát én szeretem korán kelni. Tudod, hát van egy magyar mondás, tudod. Aki korán kell, fiúk. Hogy van? Igen, aki korán kell. Hát aranyat nyer. Nyer. Aki korán kell, aranyat nyer. Egyébként abszolút, Balázs. Igen. Aki korán kell, aranyat nyer. Szóval. Nem is gondoltam, hogy te foglalkozol a külpolitikával, vagy hát az amerikaiaknak ugye belpolitika, a Trumppal. Igen. Hát valahol szinten szeretem az amerikai a politikáról. Érdekeg engem. Igen, voltál Amerikában? Jártál? Igen, nem? Voltam a Chicagóban. Hát ott kint vannak a nővérem, a öcsém is ott. Neked hogy van mindenhol egy öcséd meg egy nővéred? Nigériában az anyád, az öcséd, Chicagóban a nővéred, de neked mindenhol van valaki. Így szétszóródtatok a szélrózsa minden irányába, Pákó? Persze. Mivel a Nigériában jelenleg szegénység van, és mindenki szeretne onnan kijutni valamire. És a szó szerint én a diáksere voltam, amikor még volt Magyarországon ez a kommunista. A nővéred mondta, hogy hagyjad, akkor én megyek Chicagóba, te majd menjél Magyarországon. Nem, ez nem így volt, Balázs. Nem így volt, mert a nővérem is így tanult Magyarországon. Szó szerint. Csak amikor ide jöttem, akkor még találkoztam. Ő mit tanult? A közgázoló. Kérdezi, Bali, mi jön még? Fosás, Hányás, Trump, Pákó? Hát tényleg komolyan mondom. Nem sok ez nekem így az elmúlt két napban. Letelít a rotavírus. A feleségemmel együtt hányunk, érted? Minden majunk van. Trump nyer. Közben megérkezik a Pákó. Egyébként jó, én szeretem az anarhiát. Tehát, hogy azzal nincs baj. Abszolút. A Trump elnök lehet, hogy te vagy a következő miniszterelnök. Tehát mi most lehet, hogy a következő miniszterelnököt köszöntjük itt, hogy te megjöttél ide hozzá. Nagyon szépen. Köszönöm ezt a gyűjtőséget. Ha valaki felkérve, indulnám.
Indulnál a választásokon, valaki fölkérne? Én oszinti leszek felé, én indulnám. Én indulom a Didi király. És a minél több Didi legyen az országnak. Annak szüljenek sok. Várjál, de mit adsz a nőknek? Mert oké, a férfiaknak ezt mondod, hogy sok-sok Didi lesz az országban a megválasztás. De a nőknek mit ajánlasz? Én azt ajánlok a nőknek, hogy Most a nőknek, az amerikai nőknek, vagy a magyar nőknek? Magyar nőknek. A gyerek nevelésbe semmi nem kell csinálni egy nő, csak ott kell haladni, nem kell dolgozni. És annyit támogatnak, hogy nyújtam egy nőnek. Olyan rendszer, Ákos is megjárta már. Óvatosan ezzel. Nem tudsz mondani valamit, hogy ne forgassák ki. Nagyon óvatosan, mert aztán... Én meg nem akarlak téged bajba keverni. Jó. Én örülök, hogy itt vagy, tényleg. Hát én is örülök, ahol mondom, csak ezzel kicsit szomorú vagyok, mert Clinton miatt. Azt hittem azt mondta, hogy miattunk vagy szomorú. Nem, Clinton miatt. Picit furabban székben látni, meg hallgatni, ahol az Ákoshoz szokott ülni, ugye, Ákos, de... Sokan ülnek abban a székben, a Kovács Ákos és a Juli és a Kassa Tibi és mindig a vendég, mindig székben. Mivel telnek a napjaid? A napja, hát kérem szépen, csinálni most, amit a ilyen orosz dal. Na, orosz dalt akarsz csinálni. Igen, orosz dal. Fogveszem egy orosz ruha, orosz kalap, aztán ilyen orosz dal. Hát mindenki ismerk amúgy, csak egy kicsi feldolgozása, de nagyon-nagyon szeretem azt a dal. De ez nem nyúlás, hogy a Robbie Williams is most csinált egy ilyet, ugye? Tehát ehhez semmi köze nincs. De van köze. Mert ez nyúlás. És el szabad elmondani, hogy melyik orosz dal? Tudod már? Népdal, vagy milyen dal? Biztos, hogy kakalinka. Nem, hajó. Mi ez a hajóvontatók dala? Nem hajó. Ez egész arról szól, hogy hogy is van ez a dal. Várjál. De már kész ez a dal? Már kész ez a dal? Nem. Még ötlet szinten van. A szöveg megvan. Hány félkész dalod van, Párkó? Csak az van. És tudsz belőle idézni? Vagy tudod, hogy szól? Persze, tudom idézni. Nagyjából arról szól a dal, hogy van egy orosz lány, aki megpróbáltam megcsipni, nem adott nekem az derekát, így elsőre. Tehát nem sikerült fölszedni? Igen. És másnap fogveszem, hogy egy olyan szép ruhák, ami a manapság, amikor egy nő, tudjátok ezt a szó. Értem. Magyarul még nincs kész ez a dal. A gold digger, tudod, amikor egy gold digger. Hát aranyásó. Hogy mondta Balázs? Aranyásó. Akkor aranyásó. Ja, szólt, hogy gold digger. Aranyásó? Tehát egy aranyásó lányról szól majd a dal, egy aranyásó lányról, aki hozzámegy egy gazdag palihoz, és csak azt nézi, hogy tudja levenni pénzt. Abszolút. Ez tapasztalat? Saját tapasztalatom. Igen, jól mondta Balázs. De hogy jönnek a képbe az oroszok? Hogy orosz volt a lány? Igen, orosz volt a lány. Én azért mondtam neked, Jani, hogy én ezt a dal, én így lenyújtam, tudod? Mert ez a dal a hasonlít az én életem sorára. És erre szeretném felépíteni olyan projekt magamról, hogy erről szóljon, mint a magamról énekelni, ami velem történt. Tehát volt egy lány, aki téged lehúzott és átvágott, és erről te most írsz egy dalt, hogy az orosz aranyásó. Hogy tudtad? Jó, mert próbálj, de kódolom egyébként. Én abszolút összerakni. Abszolút dekódolom. Összerakni, de szó szerint. Szóval erről fosszul a dal. Na, figyelj, Páka, viszont tök jó, hogy itt vagy, mert én erre nem készültem, viszont akartam a kocsiba valamit. Igen, haza kell mennem, mert megint fosnom kell. Figyelj ide. Akartam mutatni valamit a fiúknak, de az tök jó, hogy te itt vagy, mert hát a segít ezt nekünk. Ugyanis akarok mutatni egy anyagot, csak vegyél egy füles, mert neked nincs fülesed, és ezt viszont hallanod kellene. Vedd föl. Hallasz most? Abszolút. Jól szólunk a füledbe? Jó, hallom. Rendesen szól.
neki a legjobb. Komolyan mondom. Neki, de mindig jó kedvű. Neki a legjobb. Szóval nem tudom, ismeritek ezt a kis bejátszást, ami arról szól, hogy a Puskás Peti, ugye, az X-faktor zsűrije. De nem is ez a lényeg, hanem megkérdezték az ő testvérét arról, mivel ő volt a Petinek. Van egy testvére? Hát ez nem is tudta, hogy testvére. Igen. Van egy testvére. És megkérdezték a Danit arról, hogy ő hogy érezte magát a mentorházban, mert ő segített abban, hogy kiválassza a fiúkat. Igen? A Petinek. A Dani. És Dani. Elmentek vele forgatni egy interjút, és arra kérték, hogy elemezze azt, hogy milyen volt a fiúkat kiválasztani, és hogy érezte magát. Dani pedig a következőt mondta, hát gyerekek, szenzációs, és ha már itt van Pákó, akkor segíthet nekünk megfejteni. Hát, ha ő egyébként jobban érti. Igen, ez a, nekem ezt a feladatom, hogy kifejtem, amit a Dani na. elmondta. Na, nagyon jó, hogy fejtetted, ez az. Hát, tehát a kérdés az, hogy hogy tetszett a mentér segédlet, és mit szóltál a fiúkhoz. Jó? Figyeld. Jó. Milyenek voltak a versenyzők? Ilyen villanykapcsoló szarkofág, ilyen... új válogatott... Izgalmas... szóda, ilyen... Hát ilyen egysel, testsel, ilyen... pult vezeti beszélgetés. Ilyen... igen, ilyen pult simogató. De végül is csempékeknek nem rossz, jó. Na, mit mondott? Csúnyán ne beszélj. Na, mit mondott szerinted, és mi volt a véleménye arról, ami a mentorházban történt, Pákó? Szó szerint én egy kukott szó nem értem ebből, mint a csávó mód. Ez a Dani, ez magyar? Igen, magyarul beszél. Ő így véleményezte azt, hogy mi történt ott. Hát valami etepecserú beszél, de etepecser, hát ez mi a fasz? Nem, beszélj ilyen. Próbáljuk meg. Felhúzom magam, Jani, felhúzom. Villanykapcsoló szarkofág. Szóda. Pultcsomogató. Jézusom. Csempéknek nem rossz, jó? Csempéknek nem rossz, jó egyébként. Uram, és a csempésznek nem rossz, jó? Maga az interjú hát ez egyébként... Éltemetlen. Maga ez az interjú tökéletes. Maga igen. Az interjú egyébként önmagában tökéletes. Hát hogy tökéletes? Igen. Hát ez éltemetlen, Balázs. Hát mert én egy szó nem értem, amit a Dani mondott. Vagyunk ezzel így páran, amikor te beszélsz. Én nyíkgyűrű állampolgár vagyok. Én halit beszélek én magyarul. De amit ez a csávó elmondta, uramisten, én a fáradt. Hát nehogy azt mondjátok nekem, én jobban beszélek magyarul, mint a Dani. Nem, ezt senki nem mondta, Senki nem állította. Jobban nem beszél, csak hát, ha te meg tudod fejteni egyébként, hogy mit mondhatod. Mert nekünk úgy tűnt, hogy egy rugóra jár az agyapa. Úgy gondolkoztunk, hogy te hát hasonlóan gondolkozol, vagy metaforákban beszél, és megértette a metaforákat, látokat. Etepecse még a csempésznek, hogy is mondtad? A csempéknek nem rossz, jó. A csempésznek nem rossz, jó. Nem csempész, csempék. A csempéknek nem rossz, jó. Hát, de a csempéknek nem... Ugye? Nem, a csempéknek nem lesz jó. Hát hírek hallgatók, hogy a mitmondóra helyett tökéletesen tudnak használni. Értemetlen, mindjárt megyünk hírezni, hogy szól a dalod, akkor azt mondd még el nekünk. A dalom? Na? Olga,
Mit tettél velem? Olga, Olga, enyém lesz én ma. Olga. Te vagy az egyetlen előadó, aki nem tudod még a saját dalodat, de imádom. Olga, Olga, mit tettél velem? Igen, Olga, Olga, mit tettél velem, és Olga, Olga, enyém lesz én ma. Aha, te, tudod? Szép, szép. Ez, ez, ez az a refrén, tudod, érted? Erős alap. Olga, Olga, enyém lesz én ma. Olga, Olga. Nyugt ezt meg, hogy még azért masterelitek, tehát még hozzányúltok azért. Még beleírtok? Még beleírtok szövegbe, zenébe? Beleírtok picit? Igen, beleírtunk. Jó, az meg kell egyébként. Ez a verze vagy a refrén volt? Ez az a refrén volt, ez az a refrén volt, Jani. Ja, és van, van verze is, tehát van, van, van szövegrész is. Ja, van, 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 van. De nem szeretném minél elmondani. Ne, mindenképpen maradjon egy kis meglepetés, persze. Maradjuk a persze, persze. A következő másfél hétben ez kész lesz, vagy arra nincs esély, meg tudjuk mutatni, mert utána nekünk ugye végünk. Igen, igen. Szeretném még, a, még egyszer bejönni, de nem úgy gyújok. De csak küld be a dalt. Ne küld be a dalt, hagyd a fenébe. Persze, küld be a dalt. Persze, cíl, csak ne egyéted. Van neked más dolgod is. Jó, én lenni magam, Jani. Jó neked. Hát szeretném én is így dolgozni veled. Hány fellépésed van mostanában? Hány fellépésed van? Sok hakrid van? Van? Hétvégén? A fellépésem? Azt az nem mondanám, azt nem mondanám, sok fellépésem van. De te mit csinálsz? Egész nap mit csinálsz? Fölkelsz reggel, mondd el, miből áll a napot? Te tényleg érdekel egyébként, tök komolyan. A harmadik soron gondolkodik 8-tól 12-ig. Oké, 8-tól 10-ig megírod az Olga, Olga. De mit csinálsz egész nap? Hát egész nap először fölkelek, megiszom egy kávé, megalkottam a Morning Show. Igen, oké, az mondjuk 10 óráig. Kedves rádióm, felhívom a menedzserem, elindulok a stúdióba, össze szerkesztjük a dalokat, ami nem jó szövegből, de kiveszünk, beteszünk, kiveszünk, beteszünk, és, a, és utána az a megyek, megebédelek. Mondjuk fárasztó délelőtt, megértem, tehát fárasztó délelőtt, jó, ez egy melós délelőtt, igen. Igen. Megebédelsz, de még mindig ott van 10 óra. Jó, 10 óra, aztán megpróbálok a telefonálni olyan embereknek, aki ilyen bulikat tudnak nekem szervezni, mert én, mint Fekete Pálkó, én egyedül dolgozok, egy a tudnot. Az előbb azt mondtad, hogy beszélsz a menedzsereddel. Igen, aha, de nem vette fel. De ő kinyomott. Pálkó, komolyan mondom, neked a legjobb, én imádlak. Neked a legjobb. Gyerekek, mindenki közül Donald Trumpnak és Pálkónak a legjobb. Nem? Most két legboldogabb ember a világon, úgy hívják, hogy Donald Trump és Fekete Pálkó. Abszolút, abszolút, ez így van, Balázs. Jó van, Pálkokám, figyelj, ha kész a dalot, küld be, meghallgatjuk. Kíváncsiak vagyunk, hogy az Olga Olgából mi lett. Jó, jó, tehát jó. Most ez egy Olga Olga, ennyit tudunk belőle, de még ha másfél hétig van, akkor küld be, hogy mi lett belőle. Jó, bekodom, jó. Jó, most mész át más rádióba, vagy most hazamész, vagy csak hozzánk jöttél tényleg, nem mész nem, most? Nem, és nem megyek haza, ahogy előbb is elmondtam, hogy a találkozom menni gyerekek. Adjunk Pálkónak egy küldetést. Igen. Kimész itt a folyosón. Intéz magadnak egy interjú. Kimész itt a folyosón, szembe van egy ajtó. Igen. Bemész ott, és beköszönsz élő adásba. Mondd, hogy az interjúra jöttél, amit meg. Mondd, hogy jöttél az interjúra. Ott a szomszédnál. Itt a szomszédnál. Kimész a folyosón, látni fogsz balra egy ajtót, bemész, és mondod, hogy jó napot kívánok az interjúra jöttem, bemész a stúdióba, és megszólítod a műsorvezetőt, aki most adásban, hogy az interjúra jöttél. És azzal kezd, amivel itt is, hogy mind meg fogtok hallani. Jó? Utána gyere vissza, és meséld el, hogy mi volt. Jó. De akkor most menjél be. Jó. Mit szóltak, köszöntek, nem költ, beengedtek élőbe, nem engedtek élőbe, jó? Jó. Oké? Akkor megyek ki. De akkor gyere vissza utána, és mondd el, hogy mi volt. Jó? Ha bekopogsz, és nem nyitják ki az ajtót, akkor kopogja. Semmi gond nincsen, nincs bezárva az ajtót, csak szorul. Nyugodtan nyomd, addig, amíg nem enged. Hát, vagy szétrugom az ajtót. Ne. Csak barátságosan. Balra kimész, első ajtó, végigmész a folyosón, ajtó végén be, és irányba az élőadásba. És ahogy bemegyek, akkor ezt kell mondanom azt, hogy mind meg fogtok halni. Utána gyere vissza, és mondd, hogy mi történt. És van ott egy nagyon jó emberünk, őt keres, Simi Lajos. Hoztam egy átizsákot. Hoztál átizsákot? Igen. Kinyitom az ajtó, bedugom az átizsákot. És azt fogom mondani, és robbantás, mind meg fogtok halni. Gyere vissza. Gyere vissza, és meséld, hogy mi történt, jó? Abszolút. Ciao. Jó, csa. Hello. Itt a dolgom. Azt mondja, megyek, itt a dolgom. Menjél. Jó. De még gyere vissza, Ákos után. Bemegy? Beállt. Szerintem be. Elindult. Jó, elindult? Jó van. Ott és ott balra.
Nem tudja, melyik a bal. Kiment itt a társalgóba, és itt eltévedt. Gyerekek, új portás van, ez tuti lelövi. Hát én imádom, és én most komolyan végrehajtja a feladatot. Jó. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Na a gyerekek, hát élőben nyilatkozik Donald Trump, éppen a CNN nézzük. És... hát igen, most ugye füles van rajtam, így azért egy picit nehezebb hallani, mindesetre arról beszél éppen, hogy fölhívta Hillary Clinton, és gratulált neki, és ő is gratulált a Clintonnak, és hogy egy nagyon komoly hosszú időn vannak túl, és hogy gratulál a családjának. Szóval ez egy elegáns gesztus egyébként, és úgy néz ki, egy barátságos hang, mint amit Trumptól megszokhattunk. Mindenesetre gratulál Clintonnak, és azt mondja, hogy egy hosszú-hosszú kemény perióduson vagyunk túl. Úgyhogy... Igen, valami fontos neki, csak nem értettem, hogy pontosan mi fontos neki, mert közben füles van rajtunk. Na, úgyhogy gyerekek, Trump éppen beszédet mond, hát ha valaki most ébredt, akkor egy más világra ébredtünk. Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke, egy izgalmas korszak indul el a világpolitikában, nagyon más, mint ami eddig. Most ebben a nem hiszem el! Ez nem hiszem el, gyerekek, nálunk meg Páko megérkezett 8 óra után, teljesen váratlanul. Nem hiszem el. Tegnap hányok? A Trump az elnök, hát és Páko itt garázdálkodik a rádióban. Bementél a Láncidba? Hát bementem, gyerekek. És ne tudjátok, mi történt ott. Mi történt? Bekopogtam. Beengedtek? Hát, szerencsére, nyitva volt az ajtó, besétáltam. Mind meg fogtok halni, mondtad és nekik is. És bementem egy szobába, hát ott volt az úriga, az a úri, úriga, az a fornok. Hát mondta, ezt mondta neki, hogy hát interjúra jöttem. Azt mondta, milyen interjúra? Mondta, az a interjúra, hogy mind meg fogtok halni. Azt mondta a csávó, azt mondta az úga, hogy hát én ezt már hallottam. Hát, mondja, de honnan hallottad ezt? Morning Show-ba. Csak aki nem tudja az előzményeket, várja Pákokám, csak elmondom. Páko megérkezett hozzánk 4-9-re, teljesen váratlanul, hogy erre járt, benézett hozzánk. Oké, majd félként, akkor beküldtük, hogy menjen át a Láncidba, és próbálj meg élőadásra bekerülni. Páko kijött a megtanácsra, bement, és egyenesen átment a Láncid rádióba. Ez volt az ő küldetése. Igen, konkurenciák. Pákokám, csináld akkor a dalodat, jó? Ha a következő másfél hétben lesz még kész, akkor mi is meg tudjuk mutatni. A harmadik sor felé. Szeretném, hogy addig befejezem a dal, és akkor beküldöm nektek, hogy a... Jó. Nagyon örülök. Olga. Nagyon jó. Aranyás Olga. Olga, ez a Goldiger. Aranyás. Goldiger. Yeah, what's up, man? A Goldiger. Jó van, Pákokám, vigyázz magadra. Jó, puszilunk tényleg. Most mi a program? Az a program, most elmegyek a Kispestre, ott találkozom egy emberre. Valami sötét üzlet. Nem sötét üzlet, hanem ez komoly üzlet. Ez maradjuk ennyiben. Fekete gazdaság. Maradjuk ennyiben. Fekete gazdaság. Szóval fontos dolgaid vannak, ez a lényeg. Abszolút, fontos dolgaid vannak. Folytatod itt tovább. Szóval, Bavoni! 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 Szevasz, Pákokám, vigyázz magadra! Meg! Pákokám, imádlak, szeretlek! Vigyázz magadra! Szia, Pákó, szia! Cső! Köszönöm szépen! Megy már! Azok ott van kint, és csak keresnek egy komoly üzlet. Jó, már megyek is! Új lemez! Jó, megyek is! És remélem, Barácsi, te jó vagy, nem minden oké? Na, hallottam, hogy a feltőzést kaptál, hát így utólag elmondom, kívánok neked sok-sok egészséges az élet. Sok-sok egészséges pillanatot. Sok-sok egészséges pillanatot. Pákokám, már jól vagyok. Köszönöm az aggódást. Érzem az aggódást. Bauni. Szevasz, Páko. Szia. Bauni, Páko. Bauni. Ez ugyanott, mint telefonban. Mi csak vele? Komolyan mondom, egyezünk meg egy dolgot. Tényleg neki a legjobb. De tényleg neki a legjobb. Pozz, ebben szó szerint a Balázs visszakért az újjak le. Én sose gondoltam volna, de hogy komolyan neked a legjobb. Mutatjuk gyorsan a beugrott hárosugrásra, figyeljetek. Jézzem magam. Ó, gyerekek, a Tibi is itt van velünk. Igen. És egész jó kis számok voltak. Le is adhatnánk egy jó kis Tibit. Pákokám, vigyázz magadra. Jó? Most menni kell? Igen. Isten szevasz. Szia, Páko. De szeretném. Bauni.
Báoni! 4 perc a pontosan, 9 óra. Báoni. Jövünk a hírek után. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Amerika az az ország, amelynek a polgárai szerint a holdra szállás átverés, de a pankráció nem az. Gyönyörű megfogalmazás, a gyerekek tombolnak a tőzsdék, őrület, Trump lett az elnök, úgyhogy hát kíváncsiak vagyunk. Nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy mennyit fog visszavenni ő a programjából és az arcából, és mit valósít meg valójában. De gyerekek, hát egy őrült kezében vannak az atomkódok, szóval... Nagyon érdekes. Ez kézzed a fehérházat, mikor ő ide így megérkezik. Szerencsére nem tudja kinyitni a táskát. Egyébként egy kívülről nézve egy tök izgalmas korszak jön. Szóval, hogy valójában azt gondolom, hogy inkább ijesztő. Ijesztő, igen, ugyanakkor Clinton, szóval hát két rossz közül basszus a rosszabbik nyer, de Clinton se. Clintonért se tettem volna tűzbe a kezem. Tehát annan ő se volt nekem annyira szimpő, hogy semennyire. Hazudott egy csomószor, lebukott. Persze, de fú, hát tehát ugye két rossz közül tényleg a rosszabb. Az amerikaiak most kezdhetnek hozzászokni a gondolathoz, hogy ők fogják vágni a saját fűbüket, és nem a mexikóiak. Hát igen, igen, érdekes. Jó, mindjárt följük egyébként a tanárúrát, és akkor elmondja, hogy mi a helyzet, csak szeretnék segíteni a közlekedésben, de nincs túl sok, úgyhogy lehet, hogy sütörtök van, vagy szerda van, vagy nyugi van, egyelőre nem látok nagyon sok közlekedést. Látok valamit? Semmit. Ugye 8-as út alsó új laknál le van fagyva, de már lesózták, szép napot, köszönjük szépen. Hűvös a reggel, ez mindenképpen fontos, és néhány helyen már havazott is, ahogy láttam. Itt-ott szálingózó hóesésre keltünk tegnap vagy ma reggel. Mindenki fosik az országban, már elnézést követnek. Szerintem azért is vannak kevesebben, nálunk az osztály fele nincs pannánál. Na, ott is átment. Úgy képzeld el, hogy az volt, hogy délután kizavarták őket a teremből egy másikba, és fertőtlenítő valami ember jött ki. Átfertőtlenítették az egészet, persze. Egész termet lefertőtlenítette, úgyhogy komoly. Nálunk is a Viki anya. Itt döltünk, ő meg egy fluoreszeptes kis idére. Ez minden segítottam. Mindenhol olyan cuki volt. Próbálta a nyomokat. Persze, hogy jóra kiponálni. Igen. Szóval igen. De gyerekek, amikor már a háziorvos azt mondja, hogy ígyatok kólát, mert az jó, és tényleg hat. Nagyon hideg kólát itattam a gyerekkel, meg magammal is, és egy picit tényleg jobb lett. De van az a pont, azt mondom, hogy komolyan, és mondta, hogy igen, hideg kólát. Én nem is a háziorvos, a patikus ajánlotta, mikor mentem ezért a visszapottóra, egy pici kóla. Most így álltok, mert lehet, hogy Trump kijelenti majd, hogy a kóla az amerikai, aki senki nem viszi kólát, igen. Na, felhívjuk akkor a tanár urat, összegezze nekünk a látottakat, illetve pontosabban az, hogy mit láttunk, azt tudjuk. Azt tudjuk, de hogy mi várható most, vagy mi lesz most, kíváncsiak, hogy mit mond. Itt van velünk Nógrádi György tanár úr. Jó reggelt kívánunk, tanár úr! Hát ezt is megértük. Jó reggelt! Mi van, kisebb az ováció? Nem, óriási tapsot kaptál, hatalmas taps volt. Na hát milyen napra virattunk? Donald Trumpnak hívják az Egyesült Amerikai Államok elnökét. Szeretlek titeket. Két rossz közül a rosszabb. 99% hogy Trump az Egyesült Államok elnöke, egyetértek. Én hajnal óta nézem a adásokat, rendkívül érdekes. Ami számomra érdekes volt, hogy első perctől egyértelmű volt Trump győzelme. Ez azért érdekes, mert az összes előrejelzés a világon Hillary Clintont hozta. És én néhány következtetést hagy vonjak le. Egy, megszoktuk azt, hogy ami USA-ba történik, 10 év múlva bejön Európába. Tehát én Európába 10 év múlva rendkívül személyeskedő választási harcokat várok. Kettő. A választás tanúsága az, hogy az USA-nak elege van a dinasztiákból, elege van Bushból, ahol a Bush mint elnök középszerű volt, a fia alkalmatlan, tökéletesen elege van Clintonokból. A Hillary Clintonnak egy természetes mozdulata ebbe a választási harcban nem volt. Nagyon érdekes kérdések merülnek föl. Néztem reggel a brüsszeli közvetítést. Brüsszel megint sokkot kapott, ugyanúgy, mint a Brexitnél, és szokás szerint nem készült föl. Az amerikai fölmérésekben mindenütt Hillary Clinton volt a jobb, kivéve egy dolgot. Az amerikai nép változást akar, és 70% azt mondta, hogy változást csak Trump hozhat, Clinton nem. Még két mondat. A média kiállt USA-ba is és Európába is Hillary Clinton mögött, és itt látszik az, hogy a lakosságnak elege van a mai elitekből, a mainstreamből, és ez elvesztett nagyon sok mindent, és le kell vonni a tanulságot Európa számára. Úgy néz ki, hogy nyer Trump, de ahol Hillary Clinton nyert a hagyományos demokrata államokba, ott is Trump 40-valahány%-on állt, tehát összességében is Trump nyert, még egyszer 99%, tudom, hát, hogy majd azt mondta,
legalább a Morning Show volt, aki először kimondta. Persze. Mert itt még a TV-ket is, ahogy látom egyébként nálunk megy, azt mondják, hogy Clinton lehet az első női elnök. De mi már kimondtuk, hogy Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke, tehát talán először. Bár úgy látom, hogy egy-két újság meg már... Ez az egyik. A másik... Egy-két újság kimondta. Igen. Azért az is kijött, hogy aki indult függetlenként, az nulla. Tehát Stein kapott 0,9-et, McMullen 0-át, Johnson kapott 3,2%-ot, tehát függetlenként ma valaki nem tud számottevő szavazatot szerezni. Hát igen, tudtuk, hogy vagy a republikánus, vagy a demokraták között dolgozol, igen. Persze. Január 20-án fogják beiktatni. Két fontos ígérete volt a sok rossz mellett, két nagyon fontos. Azt mondta, hogy falat épít a mexikai határa, és megtiltja a muszlim bevándorlást. Január 20-áig nyilván nem történik semmi. Elképzelhető, hogy január 21-én valóban elkezdenek falat építeni Mexikó és Amerika közé, vagy az Egyesült Államok közé? És mexikói vendégmunkásokkal egyébként. Én nagyon szeretem. Vagy nem engedi be a muszlimokat? Hát, pontosítsunk. 1500 kilométer kőfal már van a határon, és tűzparancs van, és rengeteg alagút van, ahol emberek és kábítószer és minden megy innen oda, onnan ide. Tehát ez egy barom érdekes dolog, hogy amit Trump ígért, az már részben megvan. Ő úgy gondolja, hogy ő lezárja az amerikai-mexikói határ egész hosszát. Meg lehet tenni, horribilis pénzbe kerül, ettől kezdve a két ország közfeszültség lesz, ami Trumpot nyilván nem fogja érdekelni. Bocs, a muszlimokra pedig azt mondta, hogy időlegesen nem engedi be őket. Tehát Trump minden mondatában volt egy igen, de ezt lehet itt is érzékelni. Még egy, azért egyet tisztázunk az USA-ba, és mi erről tegnap beszéltünk. Nem a külpolitika a főszerep. Hát ha én most nagyon szemét lennék, és fölhívnám a Junckert és Európa 5 vezetőjét, hogy mondják már meg, ki lesz a külügyminiszter, senki nem tudja. Ki lesz a nemzetbiztonsági tanácsadó, a védelmi miniszter, senki nem tudja. Hát hogy ne, rengeteg republikánus, ugye kihátrál Trump mögül, tehát a kérdés. És most az, hogy igazából ők vannak fölényben, ugye, de mégis hogy fognak kijönni egymással, mert hogy rengeteg... Kell, hogy jöjjenek egymással, a világ azon röhögne, ha a republikánus képviselőházak és a republikánus elnök egymást gyilkolná. De annyira meggyengültek a demokraták mindenütt. Tehát itt látszik az, hogy Hillary Clintont indítani történelmi tévedés volt. Most nem megyek bele, hogy egy 70 év körüli hölgy, akinek a egészségi állapota olyan, amilyen... Trump se sokkal fiatalabb. Rendben van, csak azért a Trump az üzletből jött. Trump a vagyonát magának keres. Úgyhogy 20 évig nem fizetett adót. Uh-huh. Bocsánat, jogszabály szerint megtehette. A Hillary Clinton... Te örülsz ennek a Trumpnak? Te örülsz ennek a Trumpnak? Én ezt nem lehet mondani. Én néhányszor fórumon elmondtam, hogy a Trump jobb lenne Európának. Utána nekem jöttek, tehát én azóta ilyet nem mondom. Na jó, hányszoros otca volt Trumpnak, és mennyi pénzt nyertél ezzel? Mennyit tettél rá? Négy vagy ötszörös otca volt a Trump. Ezt eltoltam, visszamegyek két nappal, és fogadok rá. De ugye nem dollárban tettél rá. Gyerekek, már 10-15%-ot esik majd a dollár a nap végére, ebben biztosak lehetünk. Figyelj, de azért azt közben állapítsuk meg, hogy azért ez önmagában döbbenet. Tehát a volt felesége lenyilatkozta, hogy többször megerőszakolta. Egyértelmű bizonyítékok vannak arról, hogy fiatal lányok, még nemhogy nagykorúak, 14 év alatti lányok voltak az ő partiain, akikkel előszeretettel létesített szexuális kapcsolatot. És most ő az Egyesült Államok elnöke. Így van, az amerikai Berlusconi. A másik esetben a Hillary Clinton férje csak azzal szeretkezett, aki a közelében volt. A Juinsky az a Hillary hibája, azért az a férje hibája, bocsánat. Szóval bocsánatot kérek, én nem akarom elmondani, a Zeman, a cseh köztársasági elnök tegnap mondott egy mondatot, ami nekem okozott sokkot, pedig az nagyon sok minden kell. Ő megpróbálom magyarul mondani, ő azt mondta, hogy ha Hillary Clinton a férjét nem tudta kielégíteni, hogy tudná Amerikát. Hát tudom, még egyszer, ezt nem egy idióta mondta, hanem a cseh köztársaság elnöke. Tehát itt egyet látni kell, most szépen Hillary Clinton fog egy gyönyörű búcsúbeszédet tartani, teljes lesz az összeomlás. Nagyon érdekes, hogy van olyan amerikai énekes, aki már bejelentett, hogy kivándorol. Kíváncsi vagyok, hogy megteszi-e. Zárójel. Kennedy meggyilkolása után volt olyan amerikai elit, amik átköltözött Londonba. Tehát ez sem új a történelemben. Meglátjuk. Tehát abba egyetértünk, és én tegnap azt mondtam, hogy egyik se alkalmas. A Trump január 20-ig ki fog építeni egy profi csapatot. Meglátjuk, és én tegnap elmondtam, hogy Adenauernek három mondata volt, ebből egyet idéztem tegnap, hogy amit a választásoknál ígér valaki, azt nem kell betartani. Nem biztos, hogy Trump komolyan fogja saját magát venni. A történelem pedig senki nem vette.
vette komolyan magát. Kénytelenségeket egy profi csapatot kiépíteni, mert egyedül be se tudja kapcsolni a BlackBerry-ét. Rendben van, oké. De ettől kezdve elnézést kérek, ő fogja kapni naponta az amerikai titkos szolgálatok összefoglaló jelentéseit. Ettől kezdve ő lesz a világ legtájékozottabb embere, és ettől kezdve ő lesz az egyetlen meghatározó világhatalom meghatározó vezetője. Tehát lehet szeretni, nem szeretni. El lehet mondani a képzettsége milyen, el lehet mondani, hogy kiskorú csajokkal volt. De azért én szeretném elmondani, hogy mindezek a hírek nem hatottak az átlag amerikai. Na de az a megdöbbentő ebben az egészben, hogy egyre utálták már a politikát, hogy még egy ilyen embernek is esély lehet, aki mert máshonnan jön, aki nem abból, politikus jön. Dinasztiából jön. És így van. Szóval így van, ez a tanulságos. Elég volt a Clintonokból. Hát elég volt a Bushokból, a Clintonokból, így van. Tehát valami nagyon mást akarnak. Hogy jobb lesz vagy rosszabb, nem tudják, de minden esetre rosszabb. Tegnap színre lépett egy pali az USA-ba, hogy ő a titkos szolgálatoktól van, nem mondja meg a nevét, és tudja, hogy a Trump az oroszoknak dolgozik. Na most ekkora baromsággal előállni a választások előtt néhány órával, hihetetlen. A palinak nem jósolok nagy jövőt semmilyen szempontból. Tehát olyan mocskos volt ez a választás, és még egyszer az amerikai közmondás az, hogy ami az USA-ba történik, 10 év múlva bejön Európába. Tehát nem lesz túl szép jövőképünk. És az eljövendő 4 évben Trumppal együtt kell működni. Zárójel, Európába én néztem éjjel az európai vezetőket, amikor még nem dőlt el, és mindegyik elmondta, hogy Trumppal nem hajlandó szóba állni. Erről nekem eszembe jut az a szituáció, amikor az amerikai külügyminiszter helyettes Belgrádban volt, és a Milosevic mondta, hogy nem akar találkozni a Izetbegovicsal, és mondta, hogy dehogy akar, mire azt mondta, hogy kár, mert itt van a másik szobában, mire azt mondta, hogy ja, ha itt van, akkor találkozom, Holbrook volt az illető. Tehát rengeteg dolog jön. Még egy, nekem nagyon érdekes, hogy a világ összes szakértője kiállt, hogy Hillary Clinton győz. És itt megint az van, hogy a választást kell megnyerni, és nem a felmérést. Mi van, ha egyikőknek se lesz meg az a bizonyos szám? Ugye 200, nem is tudom mennyi 270. kell. 270 kell. Az elképzelhető, hogy még egyikőjük se szerzi meg? Nem, nem, papíron sem, nem. Tehát akkor pillanatokon belül beszédet mond Trump is, mondhat. Szerintem egy órán belül eldől, hogy hivatalosan is Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, és van neki december, január 2 hónapja arra, hogy csapatot állítson föl. Én még egyet hagy mondjak. Obama egy átlagos képességű elnök volt. Nem volt jó és nem volt rossz. De az, hogy ilyen nyíltan kiállt a Hillary Clinton mögött, ez megint visszaütött. Mi lesz az Obamacare-rel? Azt mondják, hogy ugye az adócsökkentés a republikánusok főfegyver, ez megtörténik, de ugyanakkor például ez az egészségbiztosítási program, ez megy a kukába, amit az Obama nagy nehezen átudott. Ha most lehet ráfogadni, akkor hajlandó vagyok dollárba fogadni, hogy megy a kukába. Hogy megy a kukába. Persze. De azért egyet látni kell, hogy Clinton nem tudta megszólítani az átlag amerikait, a kisembert. És mindenütt kis és közepes emberekből van többség. Lehet elmondani, hogy a Trump olyan, amilyen. Lehet elmondani, hogy mit tudom én, kik voltak a szeretői. De ő meg tudta szólítani ezeket a kis embereket. És ezzel nyert. Tehát nagyon érdekes a helyzet. Még egyszer, az egész világ fanyalogni fog. Kivéve az oroszokat, akik első perctől szemben álltak Hillary Clintonnal. Na most azt tudjuk ugye, hogy nagyon sok ilyen ingatlan biznisze volt, amiről aztán kiderült, hogy azért azok nem voltak olyan valósak. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb eladja a Fehérházat is? Úgyhogy senki nem tud róla? Hogy elzálogot vesz fel rá, vagy átcsöncseli a kínaiaknak? Vagy, mert ugye a csávónak nagyon sok ingatlan ügye volt, és kiderült, hogy azért ott is sok-sok milliárd dollárt nem vallott be, megpróbált elhallgatni, nem adózott utána. Szóval, hogy igazából majdnem, hogy ott vagyunk, hogy egy köztörvényes bűnöző. Igen. Amire ennek ellenére az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Hát ide jutott. Igen, de köztörvényes bűnöző akkor, ha a bíróság kimondja, nem mondta ki. Így van, hát nem mondta ki. Nem mondta ki. Mondok még valamit, ami miatt lehet, hogy soha többet nem írtok föl. Lehet, hogy az USA-ba közé tették, hogy Trumpnak ilyen-olyan szépség királynő szeretői voltak. De ez nem biztos, hogy a férfi választókat taszította. Bocsánat. Nem, hát persze, hát ez valójában az amerikai elnök választás, ezt te is elmondtad tegnap, amikor hallgattam ennek. Egy show műsor legkevésbé a programról szól, ki tudja jobban megszólítani, ki az, aki jobb eszközt kalál, ki az, aki kicsit populistább, és ki az, akinek elhisznek valamit. Aztán az esetek 80%-ban nem teljesít. Nem teljesített Obama, nem teljesített Bush, senki, nem teljesített tulajdonképpen senki. Nagy ígéretek vannak, aztán be nem teljesült. Na most egy tény, hogy nem teljesült dolgok. Van szüksége, elárverezi a sapkáját. Ezt most már világon mindenki ismeri, tehát szerintem ebből egy komoly összegbe jönne. Ha elárverezi a sapkáját? Kivel fog találkozni először, vagy hova megy szerinted? Először a feleségéhez.
Jó, igen. Már megszoktam, hogy mindig mondasz valamit, hogy közben gondolkozál a válaszon. Nem. Gyakorlatilag a következő van. Egy, neki fel kell építeni a csapatát. Kettő, nyilvánvaló az, hogy neki el kell dönteni, hogy kik a prioritások. A prioritás számomra jelenleg Trumpnál egyes számú prioritás Kína, kettő számú Oroszország. Hogy ezeket hogy iktatja be a sorba, hogy nem akarja el megbántani Indiát, és elmegye oda is, nem tudom, vagy ezeket a vezetőket hívja el meg Washingtonba. De nyilvánvaló az amerikai politika számára ez a két prioritás van. Nekem nagyon fura volt, hogy éjjel azt mondta az egyik európai nagyfőnök, most nem akarom lejáratni, hogy örök az európai-amerikai barátság. Egy ugye Palmerston azt mondta, hogy csak az érdekeik önökek, a szövetségeseink, soha, ez egy brit külügyminiszter volt, kettő. Hát elnézést kérek, hát olyan fokon leérték és meggyengült Európa, hogy Európa vezetői még ezt sem képesek fölmérni. A Putyin pesgőt bontott, nem? Természetes. Persze. Hát Hillary Clinton és a demokraták ott égették, ahol tudták. Behoztak ellene gazdasági szankciókat. Fölléptek ellene Szíriába, Irakba, minden létező helyen. Nyilvánvaló Trump nem orosz barát. Ő nem hülye. Ő az amerikai érdekeket képviseli úgy, hogy nem ért hozzá. Van két hónapja, hogy fölkészítsék. De nyilvánvaló... Van két hónapja, hogy megtanuljon ilyen. Elnézést kérek, hát hány olyan európai vezető van, aki először két hónap alatt... Először vegyük át a lift gombjait. Bekapcsolni egy BlackBerry-t. Így, na, most nézzük, hány államból áll az Amerikai Egyesült Államok. Bocsi, nem ezt fogja kérdezni, melyek azok az államok, amit nem nyertem meg, és miért nem nyertem meg. Igen. Hát ez lesz a kérdés. Illetve hogy kell kezelni az atomkódokat, mi ez a táska, és mi lesz, ha ezt a gombot megnyomom. Egy, kettő, ő azért már az atomnál bejelentette, hogy tovább adjuk az atomot Japánnak és Dél-Koreának. Na most az Isten óvjon meg minket attól. Atya Isten. Mert ha Dél-Koreának tovább adják, az katasztrofális konfliktust jelent ott. Nem világháborút, de ott egy térségi konfliktust. Ha Japánnak tovább adják, az egy szörnyű nehéz dilema, mert ettől kezdve Japánnal szemben Dél-Kelet-Ázsia megmozdul, Kína fölértékelődik, a kínai-japán viszony durvább lesz, és elnézést, hát Obama célja az volt, hogy az amerikai haditengerészetet és szárazföldi erőket 60%-ba Kína ellen összpontosítja a Csendes-óceánon. Megtartja ezt a jelenlegi Trump féle vezetés, vagy vált. Tehát jelenleg a kérdéseket lehet föltenni. A világ szakértői magukhoz nyúlnak, elnézést kérek, mert a Trump válaszai nem szakértő válaszok. És kérdés, hogy meghallgatja-e majd őket, vagy ugyanezt üti tovább? Hát, mint amerikai elnök bármit megtehet egy pontig szeretném elmondani, de a Ronald Reagan sem volt semmivel jobb, és Ronald Reagan végig nyerte az USA-t, és két hónap alatt fölállított egy kiváló profi csapatot, pont. Hát nagyon kíváncsiak. Egyáltalán, hogy beköltözik-e tényleg a Fehérházba? Vagy a Fehérháztól két sarokra lévő szállodájában lakik majd? Néztem a szállodát éjszaka, ma éjszaka. Én vártam oda egy republikánus tüntetés Trump mellett, nem volt tüntetés. Tehát megtehet bármit. Egy tény olyan elnöke lesz az USA-nak, ami eddig nem volt, minden értelemben. Pont. Viszont akkor a következő minimum 4 éve végre a bosszal. Vége a bosszantó washingtoni kritikáknak, nem mondhatni? Tehát tulajdonképpen... A kérdés az, hogy ki lesz a csapatban. De tény az, hogy meg fog változni az Európával szembeni viszony. És ezt Európa megint nem érti, és most szemét leszek. Az európai vezetésnek van két hónapja, hogy Trumppal kapcsolatot építsen. Van, aki már megtette. Jó, persze, igen. De Európa egyes számú... De nem emlékeznek a nevére. Nem sokan, igen. Volt egy Juncker, van egy Merkel, és lehet sorolni. Mi lesz a különleges brit-amerikai viszonnyal? Fú, szóval... nagyon sok kérdés, nagyon izgalmas. Nagyon persze, izgalmas. Csodálatos világ ez. Nem így mondanám, tanár úr, nem így mondanám. Feltétlenül, hogy csodálatos világ ez. Érdekes hónapjaink lesznek, túl igen. Kell élni. Köszönjük szépen, jó munkát, köszönjük szépen Nógrádi tanár úrnak, köszönjük szépen. Örült. Ő egy kivezetten örült. Anarchista az öreg. Ja, igen. Gyerekek, az öreg anarchista. Imádja. Imádja. Az valamitől előre mutató. Na jól van, hát foglalkozunk még ezzel a műsorral, megnézzük, hogy meghallgatjuk a beszédét, meg hogy mit mondott, mert hogy nem sokára egyébként pont most olvasom az online közvetítést, megnézek itt különböző külföldi meg magyar portálokat, már állítják a szószéket, világítják a
A Hillary-ek tűnnek el. És a Hillary-ek tűnnek el, eltűnt a Hillary kampánystábja, eltűntek az újoncok, a gyakornokok, mindenki gyerekek elszerelt. Mit mondasz egy ilyen veszteség, egy vereség után? Figyelj, egy demokratának ki kell állni és gratulálni, és legfontosabb, hogy elismerje. Tehát ugye az még nagyobb destabilizálást, hát, vagy destabilizációt okozhat. Isten óvja a demokrácia. Így van, Isten óvja a demokráciát, és igen. Érdekes, hát nyilván. Nyilván. Mit csinált most Trump? Valószínűleg ott áll a felesége veszem, és azért most nincs sok időm. Értsd meg. Próbáld meg. Elsőre. Te leszel a következő first lady. De hogy, na jó, hát. Nem, szerintem egy üveg domperi nyomal és két 14 éves maláj kislányjal bulizik valahol. Igen, már tudja? Egy rohadt nagy szivarci, érted? És majd meg egy elnök úr, 5 perc múlva a színpadon kell lennie. Egy pillanat lassabban, és ne harapj. Gyerekek, innentől csak egy ugrás, hogy Pákon nálunk is miniszterelnök legyen 10-15 év múlva. Tehát ebben a világban már tényleg bármi megtörtént. De akkor legalább buli lenne minden nap. Igen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk? Már 8 óra után vagyunk. Uh-huh. Ja, igen. Akkor most már nyugodtan beszélhetünk. Át akartam adni egy üzenetet. Nekem? Igen. Kinek nyaljam ki miért? Mit? Na, csak a szokásos. Mond, igen, csak jó. Csak a segg. Valamelyik nap elvittük Balást egy ilyen finom körre a repülőtérre, amikor jöttünk vissza Barcelonából, és Balázs ül hátul az autóban, és azt mondja, hogy féltőcsön. Mondom, mi van, hogy nem lesz. Azt mondja, hogy nézessétek meg hátul a hátsó futóművet, mert egy picit és azt mondja, hogy valami ott van, valami ott egy kis zörgés. És akkor mondom, oda súgtam Móninak, hogy nem csak a roveres cinkelések, most próbálom. Azokat a pillantásokat, amit kaptam, levittek a B bejárattól, levittek a kocsimig. Igen. Ki egy fekvőrendről után mondtam, hogy lóg a hátsó futóművetek, nézzétek meg. És a lesújtó pillantások. Nem az, hogy valami, hogy zörög. Igen, a szilentek, valami zörög. Igen, hogy meg kell nézni. És tegnap elvittük, ugye volt egy kis éves átvizsgálás az autónak, és mondom, hagyj örüljön már, mondom, ha nincs igaza, akkor behozom holnap, és, vagy másnap, és akkor majd rommát cinkelem, mondom, ez is jó lesz. Megnézték, és basszus, tényleg volt valami. Tehát, hogy én már látom, hogy ez a műsorvezetés, ez a hinómi, ilyen műsorbegyártás, meg mit a rádiózás, ez nem jön be, akkor tényleg elmehetnél ilyen kár felém, vagy nem 10 tudom. 10 métert mentünk az autóba, és mondtam, hogy alánéznék. Vár, igen. Mennyibe fájt az alánézés? Úgyhogy tudok még egyszer ez négy állás az RM Royalnál. Szilentek? Mit mondtak? Szilentek? Azt. Valami ilyen. Gömbösszekötő fej, vagy ilyen gumi. Ne, gumi. Azaz. Gumi szilentek. Az, igen. Hogy azzal volt egy kis probléma, és megcsinálták. Hát azt cserélni kell. Segítek, ahol tudok, olyan vagyok, mint egy jó kis dobos. Meg is volt. Segítek. Meg is van. És amikor csomagtartóból jön az alj, akkor bekucorodnál. Nem, akkor kiveszem az esernyőt, meg az egészségügyi dobozt, és mondom, kössétek le az emidobozt, és vegyétek ki azt a szponzor esernyőt, amit még 3 évvel ezelőtt nyúltál egy alianszos partiról, amivel kisétáltál a Vigadóból. Mondjuk hát volt rá mondjuk a lehetőséget bőven, hogy kikupál a rover mellett. Meg tudni a minőség mi. De most komolyan, és fűre megmondta. Azt mondta, hogy van olyan probléma, bevittük, mondom, nézzük már meg azt is mondom, hogy legyen ki igaza. Balegyen Mónika, jobb egyen Janitot, kette átnéztek, tudod, pussolját, ezt nap, tudod, miért? Ne, ez autó, érted, most mit izé arcos kocsit, mert beültél, és elviszünk a kocsit, mint arcos. Mondom, én csak tanácsolom, sziasztok, kiszálltam, és végignéztem, hogy elmenek a rossz irányba. És még ráírtam, hogy szerintem ne arra menjetek, mert arra a reptér van. Arra van a kiállat. Csak mentek egy kört. Mentek egy egész kört a reptérre, még hívtam is. De szeretitek a reptérre. Mondom, még kiszáll az autó, na elég lesz, hogy köszönöm, és nem kell itt becinkelni a hoblát. Na jó, van. Felfüggesztette az állásából a British Airways azt az 51 éves pilótát, képzeljétek el, aki durva képeket hozott nyilvánosságra. Ugyanis ez a pilóta, ez nem csinált más, mint hogy a repülőgép irányítása helyett a műszerfalra feltett lábakkal hány óra van? 8 óra 26. 26. Maszturbált. Na most én ezt kikérem. Nagyon. Hát szerintem a legjobb helyen. Hogy miért azt juhát veszek? Miért nem azt csúvik? Miért nem egy vízergépen a rózsaszín ruhát csúvik? Ülök hátul, rettegek az életemért. Madárrajokat vizionálok, amivel a repülő összeütközik. Ez meg elől veri a pöckét. Hát nem már gyerekek, de komolyan mondom. Én hátul szűkölök, mert utálok repülni. Izzadok, szedem a szanaxot. Ez meg elől maszturbál. Hát
kikérem magamnak, hát legalább csináljon úgy, mint a dolgoznak. Én örülök egy eseménymentes szolgálatnak így a pilotáknál. Feltett lábbal a hülye lefotózta magát, ott van a kép egyébként, nekem nincs benne az adásrendemben, de láttam, mi Viki megmutatta. Feltett lábbal lefotózta magát, a kis mesztelen vaskos combjait, hogy felpakolta az irányítópultra, és egyébként teszem hozzá, hogy nagyon-nagyon-nagyon pedáns módon bünteti magát. Tehát, igen, hát ügyesen csinálja. Igen, igen. Tehát látszik rajta, hogy nem csak úgy, más ötletem nincsen alapon. És azt írja a British Elvész, hogy a műszerfalon a hülyen látható a széria jelzés, tehát ugye ő lebukott. Azonosítható a csávó. Lehet, hogy legalább két járaton történne incidens, mert hogy több kép is felkerül. És, ráadásul a széria dolgot egy családi fotó. Igen. Anyára gondolok. Akkor legalább igen. Anyára gondolok. Hasonló széria számokkal nem csak repülőgépei, hanem szimulátorai is vannak a légitársaságnak, de a brit lapnak nyilatkozó légügyi szakértők szinte biztosak benne, hogy a fotók repülés közben egy Boeing 777-es pilótafülkében készültek. Ezt támasztja alá, és hogy a BA felfüggesztette Glovert, bár a férfi tagadja, hogy szerepelne a képeken. Most igen, mi van, csak a combod van meg a makkod? Behívnak azonosításra? Hát és akkor ki? Az első, vagy ugye a főpilóta, vagy a másodpilóta csinálta, vagy az egyik férfi sztyúi. Érted? Hát azért van már verzió rá. Na de közben ott belekerül egy turbulens kis légörvénybe, ő meg tényleg ott hegyezi a makkot, de letolt jó, nadrággal, érted? Uh-huh. Nekem fölkapcsolódik, hogy kapcsoljam be az öveket, leesnek az oxigénmaszkok. Uh-huh. Érted, ez csubik arccal látom a rémületet. Ő meg elöl. Hát ez milyen? Hát ez hogy van? Hát milyen világ ez? Hát tényleg, hát olyankor ugye finoman rá kell angolodni a témára, és így beazonosítani először is őket. Tehát amikor behívják a pilótát, meg a másodpilótát, és nem tudják, hogy kiről van szó, akkor én tényleg, hát vagy igen, vagy így finom. Semmi extra persze, úgyhogy vagytok családni, melyikötök ma metélbe? De egyébként nem az vagyok, nem lehetnek egyedül bent? Tehát nem lehetsz egyedül bent, hogy ne tud magadra zárni. Tehát mindig be kell hívni egy sztyúvit. Vagy ha kimegy az egyik pisilni, akkor azt hiszem az a policy, hogy akkor viszont az Csubi bemegy. Hát valaki csinálta a fotót igen, is. Nem ő lőtte fölülről magáról, ahogy tényleg feltett lábbal ül. De nem lehet, hogy mögötte őt ültek, hogy mindenki végezte a munkáját? Vagy itt volt az ajtó, és valaki befotózott? Igen, 324-es. Hello! Igen, jobbra ült a másodpilóta, meg bocs, gyerekek. Ha elkap az inger, nem tudok mit csinálni. Igen, imádom. Igen, mindig nagyon feszült leszek, ha nem tudok segíteni magam. Annak a márek felülnek a formájáról néha ikerségi, mint az eszem. Na de érted, hogy azért ez mennyire szemtelen? Hát meg veszélyes. Jó, de hát nyomorúságonosan ülsz azon a kicsi ülésen. Igen? Eszed azt az ehetetlen kaját, kis csészéből kortyolod azt a kis nyomorúságos fél pohár teát, amit kitölt neked a stewardess, érted? Tior kafi. Ő meg, Tior kafi, érted? Közben rátszolnak, hogy kösd be magad, mert van turbulencia, ő meg előlézi. Hát legalább valaki megcsinálja azt, amit te gondolsz, amikor látod a stewardesseket, nem? Hát igen. Jó, mi is kimegyünk, na, de mégiscsak vécére. De most valljuk őszintén, ki az, aki még nem csinálta a munkahelyén? Neki a repülőgép a munkahelyén. Mindenki csinálta már a munkahelyén. És közben automatán van a gép? János, vannak azért kivételek. Tehát, hogy engem valahogy nem hozlászba a pénzverde. Igen? Mitől jöttél izgalomba? A függönytől, a rácsos ablaktól, vagy a zomlodozó vakolattól? Mi izgatott föl? Vagy a portás, hogy keresi a kártyáját? Nem, a lakatos műveiben láttam egy Samantha Fox képet 86-ból. Jó, elvihetjük ilyen irányba is egyébként, hogy tessék őszintén valami, hogy ki az, aki csinálta már a munkahelyén. Na jó, őszintén, de csajok is tényleg. Sőt, inkább csajok, a pasik nem érdekelnek. És a munkahelyeden hol? Tehát a íróasztalnál, a géped alatt? Mi történt? Csajok, jó pasik kimenjenek, nem, a vizuális típus vagyok. A gépzsírozóba hátul. Egyedül hagyott a Józsi. Egyedül hagyott a Józsi a Lajossal. Csajok. Tényleg, ez legyen egy csajos téma, jó? Vagy hát leíratnak is pacsik, de azt le, majd... Igen, de azért nem olvas. Kikapcsolom a jobb vagy féltekémet, és akkor kikapcsolom a vizualitást. Jó, vagy ne írjátok alá. Hogy ne örüljön ki, hogy csaj vagy pacsi írta. Hívjuk fel Pető Györgyöt. Miért ő is hogy csinálta? Hogy masszurbáltam már repülőt. Nem, hát van egy pilóták. Egyáltalán, hogy tudott ő egyedül maradni? Hát azért engem ez érdekel. Uh-huh. Egy 777-esen, hát nem maradjon már egyedül, és ne egy maszturbáló pilótával repüljek már, érted? Hát legalább végezzek komolyan a munkáját, hát az a 10 órát bírja már ki, hogy nem nyúl magához, amíg én ott ülök hátul, vagy bármelyik költők, érted? Hát akkor milyen lehet, hogy a Besenyi is csak azért csinálta kunsztokat, hogy ne rácsöpögjön? Na jó, fejvjük a mi drága pilótánkat, jó? Igen. Hogy fog örülni, hogy ebben a témában nyilatkozhat?
Felhívjuk. Mindenben ott és megkérdezzük. Fejük Pető Györgyöt egyébként, hogy... hogy ha legalább az egyik keze most szabad, akkor kérjük, hogy szimulálja az eseményeket. Na jó, drága hallgatók, csajok, elsősorban tessék, valljatok nekünk. Így van. Ugye ez egy érdekes téma, mert mindenkit érint, nem? Mindenki? De. Mindenki csinálta már. Mindenki, hát gyerekek, mindenki. Na, volt már ilyen. Pérfőt nők. Csajok, írjátok meg nekünk, hogy a munkahelyeteken mi volt a legextrémebb munkahely, ahol. Jó? Miért? Parlament, a vadászteremben, akár. Gépsornál valahol. Mit használjunk, csak adjuk egy szót, hogy ne ez a... Bár egyébként nem a szúrás, hát nem csúnya szó. Ez hivatalos orvosi. Hát az... Így van, fölmegyek. Örömszerzés. Ez ilyen mammeros örömszerzés. Hát én nem azért csinálom, nekem ez meló. Örömszerzés, hagyjuk már 40 éves vagyok, gyerekek. A meló az meló. Bütyköltetve, ha már. Bütykölés, jó. Neked nőszájban ne adjunk öt, hogy igen, bütyköltem a könyvelőirodában, amikor egyedül voltam. Boldog percek? Nagyon Tiffany is, nem? Igen. Jó, akkor írjátok meg. Boldog percek. De rossz ez, úri. Szexerelem gyengétség a Bravo-tó rovatban. Írjátok meg nekünk. Egyébként azt mondják, hogy pénz verde, tehát hogy ezt a komolyan vetted. Azért. Még csak a pénz verde. Így van. Valaki. Írjátok meg nekünk, drága hallgatók, tessék, jó, őszintén, elsősorban csajok, hogy kiesett már át a munkahelyen ilyenem. Jó? Mert ki mondta, Feri, te mondtad, hogy ez valószínűleg mindenki csinálta már a munkahelyen. Hát. Jó, úgyhogy jövünk az SMS-eket, tessék nekünk valami, könnyítsetek a lelkiismereteken. Miért mondott ezt ennyiszor, hogy teljesen egyértelmű? Csak nyugtass meg, hogy hát, akkor minden... mondd meg a helyet, hogy hol, hogy oda nem menjek még ebben az egy hétben. Hol nem? Ugye itt nem ahol ülök. Itt nem csináltam. Jaj, de jó. Bár ma reggel, amikor megéreztem a lecsószagot, akkor ez volt egy finom melevedés, nem? Na, tessék vallani, jó, drága? Engerjétek a tél paprikára. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 39 múlt 3 perc, azt jelenti, eddig is jók voltatok, de az utóbbi hetekből kiderült, hogy tudtok még jobbat. És jó zenék, még lazább műsorban, így kell csinálni, Szőcsi. Egyre bok a zenék, hogy közeleg a vég. Igen, hát ez a fiatalt számodra egy nagy kakukktojás, egy meglepetés ez a mai nap. Hát 3 jó zene volt, amiknek egy részét még én hoztam be, akármikor, valamikor még a múltban. Szerintem ez is meglepődhetett a zenei szerkesztőnk, amikor meglátta, hogy már benn van. Ez a jó kis Limp Bizkit szám, de hát ez az óriási. Volt, igen. Óriási. Na, ugye hírek előtt arról beszélgettünk, hogy felfüggesztett állásából a British Airways, azt az 51 éves Colin Glover nevezetű kapitányt, aki durva képeket hozott nyilvánosságra, amiben egyébként ő a repülőgép irányítása helyett a műszer falra feltett lábakkal scratchel. Ja, nem a csajok scratchelnek. Akkor polírozza. Igen, szamasz durvá, ez a lényeg. És repülőgépen látható a szériajelzés, egyértelműen be tudták azonosítani, felfüggesztették, bár a férfi nyilván tagadja, hogy szerepel a képeken, mi pedig arról beszélgetünk, hogy milyen nyomorúságos helyzet, hogy te próbálod magad félve bekötni egy turbulenciában, eszed a kis kesudiódat, a kis műanyag pohárból iszed a kis nagyon rossz teádat, miközben ő pedig egyedül, ráadásul egyedül bent a pilóta fülkében, hát örömet szerez magának. Nem igazságos elosztás ez. Ráadásul pénzt kap, te meg fizetsz. Érted? És mégis az, akinek sokkal jobb. Szóval, hogy ez nem egy túl baráti hozzáállás. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mi drága pilótánkat, Pető Györgyöt, csak hogy meséljen nekünk egyet, hogy tud egy pilóta egy ilyen komoly járaton egyedül maradni, mert szerintünk az a policy, hogy legalább egy sztyúvinak bent kellett volna lennie. Nem? Hát vagy lehet, hogy bent volt, csak azt mondta, hogy bocs, nekem ez kicsit ez fontos. Tegyem. És a másodpilóta? Valami zörök hátul megnéznéd? Igen. Na, gyerekek, tudjátok, hogy baj van. Igen. Mert nem csináltunk szignált. Hát még van egy hét, hello. Persze. Na de várjál, találtunk mást. Na. Jó? Ne, már elsírja magát. Végem felkonferáljuk, figyelj. Pető György! Halló! Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Nagyon meg vagyok hatva. Na, látod? Látod. Nem felejtettük el. Nekem. Egy kicsit elbizonytalanodtam, mert nem tudom, hogy most... légügyi szakértőként, hogy maszturbációgyi szakértőként. Figyelj, a repülés van mindig te. Ha komoly, akkor azért, ha nem komoly, azért, jó. De mi a repülés van, mindig te jutsz eszünkbe. Most maszturbációgyi szakértőként. Hogy mind a két témában otthon vagy. Vegyes. Figyelj, ez egy 777-es elvileg egy Boeing, ami azért egy nagy gép, lehet, hogy tengeren túli. Hogy tudott ő egyedül maradni a pilóta fülkében? Hát ugye azt gondolom, hogy több feladatnak kellett megfelelni. Ugye az első az volt, hogy valahogy meg kellett kérni az első tisztet, hogy tényleg nézzem már ki az utasok közül, hogy mindenki jól van-e.
utána a következő lépés nyilván az, hogy azért a berendezés, mármint a hímnemű berendezést azért állapotba kell hozni. Igen, és hát a műszer azért ez nem az a látvány, amitől úgy hirtelen izgalomba jön az ember. Hát, a műszerfal igen, vagy mi az, igen. Mert én sem szoktam például, tehát nézem sokat, de nem történik soha semmi. Ugye az egyik fotón látszott, hogy ráadásul egy ilyen majommintás alsónadrág volt a pasinak, ugye le kellett tolni. Igen, elég nyomorúságos a kép, hogy ülott ilyen feltett lábakkal egyébként, igen. Plusz egy ilyen szexi netzharisnya is rajta volt a csávon, azt gondolom még felvett az egyenruh előtt otthon. Tehát azért erre készült. Na jó, de hogy miért, tehát hogy egyébként miért csinálta meg ezt a képet, és miért töltötte föl, ugye ebben az érdekes, hát beazonosítható, ki is derült egyébként, hogy a széria jelzés alapján gyorsan vissza is tudták keresni. Ott van a lajstrom a repülőnek, és látszik egyébként a műszerfalos fotón, hogy a repülő éppen repülés közben van, plusz ugye azért van még egy technikai probléma is, hogy az egyik kezével fogja ott kormányát. Az igazi? A saját gondoltam. A másikkal meg fotózgat. Tehát, hogy, és akkor az újságot még ki kellett oda rakni a műszerfalra. A műszerfal ráadásul nem teljesen vízszintes, úgyhogy az is egy ilyen macer, hogy beállítani az újságot. Tehát, hogy egy csomó dolognak kellett megfelelni ahhoz, hogy itt valami sikert érjen el. Életemben ilyet még nem láttam. Amikor a cikket olvastam, sírógörcsöt kaptam a rögéstől. Igen, hát nektek pilótáknak azért ez egy elég furcsa ráadás, hogy tényleg rólatok mindenki azt gondolja, hogy azért ez egy komolyabb hivatás, komolyabb szellemiség kell hozzá, nem azt. Aztán tessék. Kinyílik véletlenül az ajtó, és azt látod, hogy ott maszturbál a pilóta feltett lábakkal a kokpitben. Szóval hát ezt hiszem... Hát azért érted, ez egy tengeren túli út lehet, tehát repül a gép 10-11 órát, hát gondolod, hogy egy kicsit kedveskedik magának. Figyelj, ez tényleg nem lehetett, hogy itt volt ez a majommintás alsó, meg hogy ott volt a lajstrom szám, meg az egészen olyan beállított kompozíciónak tűnt. Nem lehet, hogy itt tényleg egy fogadásról volt szó, amit elveszített? És neki be kellett bizonyítani, hogy igen, azt meg fogjuk csinálni, és a haverok majd nézik, jó, posztolom. Na jó, de felteszed a közösségi oldalra, hát azért felfüggesztenek. A vicc az egészben az, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy azért függesztik fel a pilótát, mert hogy mondjuk maszturbál menet közben is, ráadásul a British Airways nem ezért függeszti föl. Azért függeszti föl, mert nem volt bekötve. Ne! Halál komoly. Tehát ugye az érv, a jogi érv, hogy ő úgy csinálta ezt az egészet, hogy nem volt bekötve, ergo, ha mondjuk turbulencia lett volna, és ő volt egyedül a pilótafülkében, akkor mondjuk felrepül a pilótafülke plafonjára, az elkenyődik, és akkor nincs, aki vezesse. Ő is elkenyődik. Tehát lehet disznót vágni, maszturbálni, kolbát szörteni, bármi, de az ember legyen bekötve. Tehát nagyon-nagyon precíz a British Airways egyébként, tehát minden hát, bekötve. Kedvesek, tehát hogy végül is magadhoz nyúlhatsz, csak legyél bekötve. Szenzációs. Ilyenkor egyébként fölfüggesztik, kivizsgálják, valószínűleg visszahelyezik, nem? Szóval ezért áll nem veszti el valaki a repülési engedélyét. Hát figyelj, hogy azt hiszem, hogy a szakmai múlt, az elmúlt, nem tudom, 10-20-30 éves aviatikai történelemben nem volt még saját magának kedveskedő pilóta menet közben, ezért azt gondolom, hogy erre nincs precedens, de csodálkoznék, hogyha kapitányként visszakerül, esetleg szerintem leminősítik első tisztnek, és akkor majd ő megy ki akkor, amikor más kedveskedik magának. Igen, azért mindenki ismer mindenkit, azért ez egy kemény pillanat, amikor szállsz fel a gépre, és öröknek azt csúvít, mert megjött a maszturbáló pilóta. Szóval azért nem egy hálás élethelyzet, mikor mindenki tudja, hogy mindenki te volt, hogy tudja, hogy te voltál. Hogy... Figyelj, ilyen empirikus tapasztalat, úgyhogy nem akarod ezt egy hosszabb tengeren túli járaton letesztelni, hogy ezt hogy csinálhatta? De repülsz valahova? Vegyen föl videóra nektek? Hát bizonyíték kell. Igen, és ragaszkodunk a majommintás alsót. Anélkül fel se szállok. Igen. Van valami hosszú járatod? Mostanában vagy lesz? Megyek Amerikába. Ott úgy ki tudnám próbálni, ha szeretnétek nagyon. Hát jó, hát oda legalább egy 10-12 órát. 12 órát repül az ember. Igen, beszéljünk még erről, ezt még gondoljuk át. Ezt emésztük ezt a kérdést így közösen. Jó, de abszolút egyedülálló pilótaként szólalsz te itt meg nekünk. Nagyon szeretünk, hogy azért ezt a részt csak is. Ez nagyon jó lett. Csak legyél bekötve, csak legyél bekötve. Így van. Ugye, és meg kell mondanom egyébként, csak így a nekrológ ügyében, hogy sajnálom nagyon, hogy jövő héttől itt már nem tudunk szakérteni együtt. Ah, de helyes vagy, hát köszönjük szépen. Még ha valami történik jövő héten, esetleg magadról föltöltesz egy képet az Instára, akkor még fel tudunk hívni szakértőt a fotóidat. Jövő hét szombaton vagyunk utoljára ebben a formában. Legalábbis. Ezt fejbe fogom tartani. Igen? Készült valami ünnepi fotó, valami ünnepi fotó összeállításra, lepje meg minket, igen. Jó, figyelj, addig még annyi minden történetet, ki tudja, mi lesz még, tudod? Hát itt szokták mondani, hogy azért az még hosszú idő. Pihensz most, vagy éppen vagy valahol? Most éppen pihenek, jól érzem magam. Nem kedveskedek magamnak, csak jól érzem magam. Ja, igen, meg ahogy valami nagyon napos országban valahol, vagy itt vagy velünk a majdnem hóesésben?
itt a hegyen vagyok, a második kerületben. Na, hát aha, akkor az jó. Az jó. Az tök jó a vétel, tehát jól lehet benneteket hallani. Jól van. Figyelj, vigyázz magadra akkor, jó? Ha okay. nem történik semmi, jövő héten nem beszélünk, de úgyis keresni fogunk valahol valamilyen formában. Nagyon fogom jó? várni. Rendben. Vigyázz magadra, imádtuk. Köszönjük Szia. Szépen. Pető Györgynek, köszönjük. Ciao, ciao. Hát, hogy mennyire jó arc. Ez nagyon. Tehát mindenről, nem? Akármilyen a téma, akkor is tud velünk jönni. És hát lehetett érezni a hangján, hogy azért van tapasztalat. Valami. Igen. Jönnek ki, jöttek SMS-ek? Csak csajoktól, pasi SMS-ek nem érdekelnek. Megy a scratchelés. Igen. Angliában egy automosóban Melvin, a jamaikai kollégám rendszeresen kapta el az ipari porszívót. Főnök azt mondja, tudomására jutott, kicsit befenyegette, menje. Elveszítheted az állásod. Atya úristen. Távközlési cégnél dolgozom, egyszer előfordult, amikor mindenki hazament, akkor az asztal alatt rosszalkottam munkaidőben, aztán folytattam a munkámat, szép az élet, ha izgalmas. Puszi fiúk. Ezt fiúk írták, vagy puszi fiúk, de lány írta. Lány, 25 éves és L. Nem vagyok hajlandó férfiak SMS-ét ebben a témában beolvasni. Bár látom a falon, hogy többnyire pasikina. Diák munkásként a Mekiben dolgoztam. Fiú vagy lány? Jó, Zsófi, olvashatom, oké. Egyik munkatársammal elvonultunk az öltözőbe egymásnak örömet okozni, amúgy egyszer a mostani melóhelyemen reggel scratcheltem a vécében. Nem volt idő befejezni a huncutkodást, nem bírtam magammal, iszonyat hisztis voltam. Puszi Zsófi. Látod, ez a kollégáknak is jó, mert vége volt, kijött, megnyugodott. Igen, amikor olyan munkám volt, hogy város kellett járnom munkaidőben, én hazugrottam a barátomhoz egy kis feszültségoldásra. De scratchelés munkáján soha. Hallod, Jani? Uh-huh. Dóri küldtének. Én Ákos hangjának hallgatása közben szoktam krumplit pucolni. De nem a munkában. Aha. Krumplit pucol. Van ilyen, hogy valaki hallgatja az Ákos csaj, és akkor 3 percen Donald Trumpra nem estek a tőzsdék, hanem inkább emelkedik, valaki egy csaj, meg a másik biztos. Oldalon, meg Ákos hát, felkiabálással nagyon scratchel. Az de, a baj, mi látjuk is. Mi? Ákost? Aha. Hát, de ha nem látnám is, nehezen jönne meg az ingerencia. Igen, ugye becsuknak egyszer a szemeinket mindannyian, így nem biztos, hogy elindulna a jobb kezünk a slicünk irányába. Igen. Biztonsági őrként dolgozom, 45 éves nő vagyok. Túl vagyok minden. Puszi Anna. Budapesti Világparkban a céllövöldében értem célban Sunyiba. A zsetonváltó pult alatt. Nagy volt az unalom, nem volt mit tenni, Ivi küldtenek. Vidámparkban a céllövöldében a zsetonváltó pult alatt. Hát azt tudod, hogy szinte teljesen zárt, ugyebár az üvegen keresztül ott belátsz, de a pult alá nem. Igen, Csúbi vagyok külföldön. Sokan nem tartják be ezt az új szabályt, miszerint két embernek mindig kell lennie a pilóta fülkében. A légitársaságnál is voltak hasonló sztorik. Barátom a pasiával a pilóta szexelt. Micsoda? A barátnőm a pasiával, aki pilóta szexelt a pilóta fülkében, míg a másodpilótát kiküldték onnan. Azért ez jó. Nem, ez elég durva sztori. Úgy szólt az elsősorban, és azt látod, hogy egy nő kibe megy, közben kijön a másodpilóta, mert a nyög nektem, ott ülsz, és csatolod az övedet, mert kigyulladt az üvegbe csatolását jelző tábla. Nem áll egyébként. Igen. Woody Allen mondta, hogy szálljatok le a maszturbációról, végül is szex valakivel, akit nagyon szeretek. Igen, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Nem tudom, hogy ez a kezetekbe került-e, de ugye a gyerekek nagyon szeretnek érdekes könyveket olvasgatni, és mindig nagyon dolgozunk azon, hogy mi is a bennek érdekes könyveket adjunk a kezébe, és azt gondolom, hogy megvan a karácsony ajándék. Megvan egy karácsony ajándék. Na, akkor mi is megyünk veled. Tudományos ismeretterjesztő? Abszolút tudományos, abszolút ismertető, így van. Felnőttek és erőszeretettel olvashatják kihajtó fülekkel, ablakokkal és piszkálható sebekkel. Tehát ugye így indul a dolog, kézbe veszed, és azt gondolod, hogy megvan az esti olvasmány a gyermeknek. Aztán rájössz, hogy sokkal inkább lehet, hogy felnőtteknek szól. Mindenesetre a könyv leírja neked és a gyereknek, akivel ugye esténként bekészültek a kellemes olvasásra, hogy tanuljatok, mennyi taknyot nyelünk le egy év alatt. Hányszor pukizunk életünk során, igaz, hogy egyesek szájöblítése használják a pisit. Hajtsd fel a füleket, piszkáld meg a sebeket. Nyisd ki a titkos ablakokat, hogy megismerkedj a pukikkal, takonnyal, hányással és a társaikkal kapcsolatos tudnivalókkal. Ugye milyen undi? Az igazán undi testkönyv. Egyébként szenzációs, piszkáltó sebekkel. Kinyitod a könyvet, és azt gondolod, hogy egyébként hazaértél.
és ki tudod választani tartalomszerűen, hogy a takonyról, a hányásról, a pisiről, a pukiról, a rotyogó fenékről, a kakiról, olvas, majd ott van egy kis fülecske, lapoz, hogy még jobban forogjon a gyomrod. Ha, és szellemes rajzokkal. Háromdimenziós, ez amikor ugye több rétegben vannak fönt illusztrációk, és akkor így elemelkednek egy kicsit, amikor kinyitod a könyvet a felülettel. Apró kicsi fülecskék, például egy orr van belajzolva, az orrot kihajtod, és ott ül. Ha-ho, zöld manó. Igen. És mindenbe bele tudtok menni a gyerekkel, és szent meggyőződésemként, hogy őt ez érdekli. Miért zöld a takony? Nem nasi. Tudtad-e egyébként, hogy lehetnek barnák, nyúlósak vagy szárazak? Az orrtúrás hivatalos elnevezése, és le van írva a hivatalos elnevezése. Miért hányunk, hogy hányunk, milyen hányutacskot használjunk, mi van a kihajtható fülekben, mi az utazási betegség, mi a senki nem tud mondani. Igen. Pöpec pukik, szintén egy komplet fejezet. Pöpec pukik. Jó a cím, jó a pöpec pukik. Halkám kegyetlen. Egy átlagos ember naponta mennyit pukizik, a világ 10 legnagyobb szellemtője. És ott van középen a démonizált babkonzer. Ott a babkonzer, amit egyébként ki tudsz hajtani, és el tudod olvasni, hogy a bab olyan cukrokat tartalmaz, amelyet a gyomrunk nehezen emészt meg, és a babszemek a vastag beledbe jutnak, akkor munkába lendülnek a baktériumok, és ezért ilyenkor egy kis belecskét megpróbálja lebontani a cukrot. Már egyre inkább azt érzel, hogy ha Noelnek vagy Beninek nem is, de a baráti körben valakinek el tudod csózni. Tetszeni, fogja. Utána a nyál és izzadság fejezetet tudod átlapozni a gyerekkel. Hiányérzetem lett volna, ha ez kimarad. Büdi hajlatok, tudtad-e nyál tudni való, mi az izzadság, szagozzokni, az izzadság egyébként jó neked. Majd a kedvenc részemhez érkeztünk, nekem egyfajta fétisem, de nagyon szeretem, itt többet időzem. Széklet, kaki és kaksi. Itt hosszabb ideig tudod egyébként elemezgetni. Ez a csúcs fejezet benne? Igen. Mit árul el rólad a kaki? Nem túl jól látok, de az ugye ez nem bélszíroló-t között. Igen. A kaki nagyjából 75% vízből áll. Írja ez egyébként. Eddig nem túl izgi, ugye? Kérdezi a könyv. A maradékot a testedből származó különböző hulladékanyagok teszik ki, elemzik vidáman. Ide tartozik minden olyan étel, amit nem tudtál megemészteni. Szerintem egyébként a gyereknek csillog a szeme, ez ma nálam köt ki este. Tehát én ma tesztüzemmódban. Ha teszem a gyereket, aztán körbe adjuk. Mit árul el rólad a kakit felkiáltással? Kis fülecskét ki tudsz hajtani a könyvből, és megtudod, hogy kavics kakid van, kolbász kakid van, repedezett kakid van, vagy tökéletes banánforma. Tehát egyszerre tulajdonképpen virtuálisan megnézed a gyerekkel, bementek, és utána megnézitek a könyvben, hogy mit árul el a gyerekről a kakia. Hány oldalas a jegyzetkönyv? János, mondd vesz valami ismertető jegyzet, és akkor felolvasom, hogy mit árul el rólad. Most mit van? Most az idegállapotodban szerintem kavics kakid van. Várjál? Hát tényleg nem. Szerintem te most kavics vagy. Szerintem te most kavics vagy. Össze vagy szűkülve. Te most össze vagy szűkülve rajtad, mint egy kis persely, úgy lehet csak így átnyomkodni. Kavics kaki. Ez esetben a kaki apró kerek, kemény kavicszerű, amelyet nehéz kipréselni. Ha ilyen állagú a kakit, nem kizárt, hogy nem ittál eleget, elég vizet, vagy nem ettél elég zöldséget és gyümölcsöt. Tegyél róla, hogy ez változzon. Repedezett kaki, tökéletes banánforma, vagy kolbász kaki. Hát neked nyilván a kolbász. Kolbász kaki, hát persze. Ez a kaki kolbász alakú, hepehupás küllemű. Hepehupás. A kavics kakinál egységecsebb kaki forma. Hepekulás. Hepekulás. De több vizet kellene innod, és egészségesebben étkezned. A kutya fáját. Mi van a banán kaki? Az az enyém. Ez a tipikus álomkaki. Az álomkaki. Álomkaki. Jó. Ez a tipikus álomkaki. A puha banán alakú kaki arról árulkodik, hogy egészséges vagy, és kiegyensúlyozottan táplálkozol. Na, ott van egyébként. Tudtad-e, hogy életünk során mennyi kakit teszünk ki? Szenzációs. A megrágott étel a nyelőcsőbe vándorol, ezt a torkod és a gyomrod összeköti, lehajtod egyébként az embert, folytatódik a gyomornedvek, az emésztés, és hát természetesen a kicsi nyílás, ahol ugye hát távozik maga a szerkezet. Tényleg, szerintem csillogó szem, meggyőződésem, hogy csillogó szemmel fogja végignézni. De ott van kilóba másabb a tonnába, igen, hogy mennyi? Na mondjatok, egy élet alatt körülbelül mennyi, mondjál mázsát vagy tonnát, tessék. Hát tonná, biztos, mondja, hogy tonna, szerintem na, két és fél tonna. Két és fél tonna. Jani? Ha kavics kaki, akkor? Szerintem van. És kiszámoltad, hogy egy nap egy az 365, igen, és akkor 70-szer 365? Várjál, mondjuk egy ilyen, hát szerintem egy olyan 30 ezer kiló. Az 30 tonna? 30 tonna. Kösz. 30 tonna kaki? Szerintem igen, egy ember 30 tonna kaki. 10-50 tonnának megfelelő. Na, akkor aztán pont az 10 és 50. Igen. Tehát 10 felé a 100, és akkor én vagyok az átlag. Az igen. Igen, nyilván. Tehát én vagyok a kettő közötti átlag, a kavics és a kolbász kaki között. Figyelj!
Jó, én sem gondolja senki otthon, hogy mérem. Csak így beletaláltam. Jönnek a vérek és a sebek. Igen, nagyon jó. Mit jelent a kék vér? Egyébként egy csomó tudományos dolog van, mert egyébként működik. Erről kérdezzük meg Habsburgot. Hogyan zajlik a sebesedés, turkálhat sebekben, sebvakarászás, mik a vérerek, vérszopó, de ne vérek, piócák, aha. És hát utána a vizélet, pisi és pipi témakörre evezhetsz át a gyerekkel. Figyelj, ez zseniális. Én szerintem egyébként működik. Ez nagyon klassz. Nincs benne esetleg egy olyan rész, hogy lenne benne egy ilyen kihajtható emberi új, és hogyha meghúzod, akkor lenne puki hangja, ilyet nem tettek bele? A puki figyelj, meg, de már nagyon felnőttes gondolkodás, hogy húzd meg az ujjam. Hát figyelj, ez imádná, hát gényleg hangot is adnan is benne egy ilyen. Megőrülök, 21% hidrogén, 9% akkor itt van a mutatói. csak mi kivegyünk. Tudományos értekezés, hogy mit található a pukiban? 7% metán, 3% oxigén, 1% egyéb, 59% nitrogén, 21% hidrogén, és egy néni van, aki pukkant egyet, és közben elemzik neked, hogy hány százalék és milyen tartalmú a puki. Hát a Mr. Metán azért emlékezzünk rá, ebbe ő volt a legnagyobb, tudod, amikor fölkaroltad egy időben Mr. Metán. Mr. Metán, így van. Persze. A világ 10 legnagyobb szellentője állatok formájában. Ki van az első helyen? A termeszek. A termeszek? A termeszek. Ja, mert hogy igen, tehát hogy a testalányokat tekintve ők a meregednek a legtöbbet. Aha. Hányásról mit ír? Azt megírja, hogy miért van benne mindig répa? Figyelj, azt írja, hogy a termesz összességében a termeszek több metánt termelnek, mint az autók, a repülőgépek és a gyárak együttvéve. És akkor mi szennyezzük a földet? Hmm. Érted? A második mi az a teve, hát... a harmadik a zebra. Az öt tizedikek a versenyegerek. Na jó. A versenyegerek. A versenyegerek állnak a tizedik helyen. Kilencedik az ember, mint mindenevő. Elmondom, hogy előrébb vagy János, 8. az ember, mint vegetáriánus, tehát előbb döglünk meg miattad, mint miattunk. 8. helyen vagytok a vegetáriánusokkal, hogy többet. Sok káposzta, persze. Aha. Azt hittem labdarúgók. Mert ez csak azért van, mert eddig még nem sikerült megtalálni a metán másodlagos felhasználásának a legpraktikusabb módját, majd hogyha űrhajókat lehet vele hajtani, akkor nem számíthatok ránk és a termeszekre. Ami labdarúgóknak olvastam, azok labradorok egyébként. Ja, nem is az a fiós kutya. A labdarúgók. Pedig már megsértődtek itt a szomszédban. Elefánt, tehén és birkanban a negyedik helyen a zebra után. A hányásról nem írja azt, hogy miért van benne mindig répa? Figyelj, megnézhetem neked. Én ezt ma hazaviszem, ezzel én órákig el leszek a gyerekkel. Várjál, a vérzősebeknél vagyok. Hol van? Az elején volt a hányás. Biztos, hogy működik. De émelgés és hányás. Tudtad, hogy amikor hánysz, igen, többé tette pró, igen, nem, hogyan hányunk, ott a répa. Áó, na, gyerünk! Van-e benne, mindig van benne répa. A nyomra vezető hányás. Oké, az állatok is rókáznak. Mit tartalmaz a hányásod? Hányózacskó, utazási betegség, tudtad? Zsül, ne legyél rosszul, ez egy tök normális dolog, hogy beszélgetünk. Tudtad, hogyha a szád összeszorításával próbálod megakadályozni, akkor az orrodon keresztül fog kispriccelni? János, egy próbahétvégén? Nem, inkább Feri. Egy tudományos tesztelése a könyvnek. Szóval az igazán undi testkönyv. Ez a címe, itt figyeljetek, szerintem működik. Hát ez működni fog. A rókák hogy hívják a hányást? Ez egy jó kérdés. Ez nem tudom egyébként. Na, szóval, és a vizelet pisi pipi. Pisi tó? Élete során a veséidben nem 4 millió liter tiszta vizet tisztítanak meg. Ezzel mennyiséggel már be lehetne tölteni egy kisebb tavat. És hogy szájöblítésre is használják bizonyos kultúrákban. Oh. Úgy vélték használata csillogó fogsort eredményez. János, egy próba hétvégén. Én évek óta próbálkozom, de látjátok, semmi eredménye. Tesztelelke rovatunkban. Leteszteljük, megnézzük? Neked a világ a már ehhez nagy, kész. De nálunk kisebb, én ma elkezdtem. Te viszed, ma jövő héten én kipróbálom. Megnézed? Nézzük meg, hogy mit szólzom. Meg imádják az ilyeneket. Szerintem minden gyerek imádja. Igen. Mert hogy mi kezeljük ezt úgy, igen. Tabu témáról lehet rendesen beszélgetni, és egyébként az meg tök jó, hogy van benne egy csomó tudományos információ. A répáról, a metánról. Tudsz vele villogni egyébként, hogy mennyi minden tudsz. Jó, hát köszönjük szépen, hogy elküldtétek nekünk, szenzációs. Volt már valamilyen kaki könyv, nem? Volt, ugye? A nagy kaki könyv. Meg a valaki, aki tudni akart, hogy ki kakilt a fejére. A vakon. A vakon. Azt te hoztad.
Hetekig olvasnom kellett a Beninek egyébként. Nem lehet, hogy ugyanattól a kiadótól jön mindegyik? Ugyanattól a szerzőtől? Valaki kicsit megragadott. Valaki kicsit megragadt ebben a kultúrkörben, és nagyon, nagyon szereti. Na jól van, oké, hát leteszteljük. Ha láttok ilyet, még nyugodtan küldjetek el nekünk. Azt hiszem, ki a szerzője? Ketten is írta. Mennyire triviális, hogy erről írsz egy könyvet, és világsiker lesz, nem? Korhatár nincs, mert ott szokták, hogy ilyen 6 éves kortól, 8 évestől, 10 évestől, 14. Nem, annyi, hogy a nyomás Kínában készült. Aha, ki adta ki? Alex Harva kiadó? Alex Harva kiadó. Igen. A Matyi Dezsék nevet váltottak Alex Harva. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.